Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Csatorna fedeleket hegesztettünk, én utcaseprő vagyok, kiraktak már a Kossuth térről. Hát milyen világ ez, írja egy hallgató. Már az utcaseprőket is kirakjuk. Hívjuk fel, Anna, beszéljünk vele. Jó? Kérdezzük meg, hogy paterolják ki. Hát nehogy áll utcaseprők legyenek, tudod? Hát az amerikai filmekben ezt látod, hogy a kommando utcaseprők. Hát aha, és a kutyagumi szívó autónak a porciója, az tulajdonképpen egy aknavető. Igen, és abba építik bele. Úgy akarsz rálőni, igen. Azért érdekes, a Hősök tere, mert odaállítólag nem megy a Putyin. A Hősök terére nem megy, a Kossuth téren van. A Hősök tere is nagyon érdekes, hogy a Kossuth téren van. Így már sokkal egyszerűbb a dolog. Így talán még én is megértem. A Hősök tere, ő a Kossuth téren. Mit csinál a Hős? Azt mondták, hogy ott nem tudják megvédeni. Megy egyébként több helyre, ide megy, oda megy koszorúzni néhány helyre, de a Hősök terére nem megy. Pali, a járdatakarító, ha az. Itt van velünk. Hello, Pali, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, te járdatakarító vagy? Vagyis, hogy igen, a munkaszerződésben, de amúgy a Kossuth teret takarítom, és Már csak jártam. A lehegesztett csatornafedeleket, ahogy említettétek, mondom, csak beszólok, hogy na most azok elgondolásnak úgy jó lett volna abban az esetben, hogyha meg nem billeg a csatornafedél. Most mivel, hogy billeg, a járművek ott átmentek rajta, kukásautók, és ott a Néprajzi Múzeum előtt egy jó pár kukásautó által mozgó fedélnél eltört a heggesztést. Tehát a lehegesztett fedél, az most nincs lehegesztve ezek szerint. Tehát hát hiába... az úgy lepattant onnan, mint a bolha. És kiraktak a Kossuth térről? Te elzavartak onnan, és be ott se tudtok nagyon takarítani, nem? Nem, mi összetakarítottunk, és önként lejöttünk, mert hát egy idő után úgy is azt mondták volna, hogy a gyerekek akkor most tipli. Levonulás volt. Aha. Igen. Nem végeztek túl jó munkát ezek a csatornafedelek, csak úgy felpattannak. Nem is lett ez az elgondolás, nem rossz, abban az esetben, hogyha azok nem billegtek volna ezek a csatornafedelek. Mivel, hogy billeg, lehet heggeszte, átmegy a jármű rajta, egy milliméter vagy még annyi se kell, ahogy mozognak, ugye, és akkor már is lepattan. És arra ilyenkor ti kaptok kiképzést, hogyha billeg egy csatorna felé felemelitek és belenéztek, és ott van egy ember távcsőre és puskálva. Nem belugunk egy kézigránátot. Minden egyes mozgó csatornán dobjatok be egy kézigránátot, nehogy valaki kárt tegyen a Putyinnak. Hagyjátok rajta a kukásautót. Egyébként jó megoldás. Ugye? Hát a kukásautónak dolga van tisztelt. Ja, hogy az megtalál. Aha. Az megtalál, de 60-nál, 40-nál, mikor, mennyivel. Na jó, világos a válasz. Palikám, jó munkát neked. Jó, vigyázzatok a csatornafedelekkel. Köszi, hogy elmondtad. Hello. Ciao, hello. Nem kéne szólnunk valakinek? Hogy? Mozognak a csatornafedelek? Nincs lehegesztve. Hát, kutya nem fog benne kárt tenni. Igen. Na, ugye érkezik ma Putyin, és arról beszélgetünk, hogy ugye erre már 6 óra után is beszélgetünk, egyrészt mekkora vakítás ez az egész, ahogy jönnek különböző ország államfői, és délután 2-kor száll le. Nem tudom, láttátok a drága Morning Show hallgatók azt a felvételt, amikor mutatták, hogy egy ill nem tudom hányas gép, egészen titokban ill. 76-os, tehát egy repülőgép szakértő vagy. Igen, beteg a zsülde. Igen, láttad? Láttad, az kimet, ő fogadta. Egy állampolgár felvette és feltöltötte, egy fél Budapest méretű repülőgép leszállt, ugye a Ferihegyen néhány nappal ezelőtt, egy IL-76-os, és kiderült, hogy Putyin előrse. Tehát, hogy gondolom, hogy hozzák a beluga kaviárt, a volgákat, a páncélozott autót, a fegyvereket, én nem tudom, mit hoznak egy ekkora gépben, de hozták Putyin előrsét. Szerintem gyakorlatilag mindent. Mindent elhoznak. Szerintem gyakorlatilag mindent. Azon csodálkozom, hogy új aszfaltcsíkot nem hoztak neki, hogy ő csak azon hajtathat át. Hozták a saját autóját, azt már beszéltük ugye múltkor, hogy saját ágyneműje van saját az embernek. Igen, hát igen. Majd mindjárt megkérdezünk egy szakértőt, aki elmondja, hogy tényleg mit kell tudni Putyiról. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy oké, hogy az egész egy nagy felvonulás, parasztvakítás, erődemonstráció, tehát tényleg föl is hívhatná ő egyébként a mi miniszterelnökünket. Nyilván a megjelenés, a szimbolizál valamit, a felvonulás is szintén, hát amikor az amerikai Egyesült Államok elnöke is elmegy valahova, az is egy nagy erődemonstráció. De hogy valójában ők mennyire vannak veszélyben. Tehát ez a show része. Ez a biztosítás nyilván azért van, hogy tényleg ne lehessen baja.
de hogy hány valódi fenyegetést kap mondjuk az orosz elnök, amit nem valami felbosszantott nyugdíjas ír, hanem mondjuk, nem tudom, csecsen szeparatisták, érted? Vagy valamelyik szétesett tagállam utóállamának a nem tudom milyen terrorista vezetője. Szóval, amit komolyan lehet venni. Tehát, hogy Vladimir, Marioska néni vagyok, a gumáruházban elfogyott a morska. Tessék intézkedni, mert baj lesz. Hogy valójában mennyire vannak veszélyben ezek a politikusok, mert azért tehát érted, mire akarok kiukadni? Hogy nagyon-nagyon kevés az a rés, ahol igen. be lehet találni. Hát szerintem, hogyha ilyen nagyon racionálisan nézzük a dolgot, akkor biztos, hogy van veszély. Tehát, hogy a világ három legfontosabb embere között ő most benne van, ahogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ő meg a pápa, most ezt szokták mondani, hogy ők hárman a legveszélyeztetettebbek, és biztos vagyok benne, hogy úgy kell élni az életét, de 0-24-ben, hogy bármikor lehet egy olyan rés, ahol ő bekaphatja ezt a lövést, vagy a mérget, vagy akármit. Az Abramovicsról olvastam, ugye szintén egy orosz oligarha, aki egyébként jóban van Putyinnal, mert tudta, hogy mikor kell hazadni valamennyit, mondta, vagy hazadod, vagy nem adod. Ugye van, aki nem adta, ő messzi vidéken kötött ki, más orosz oligarha, hogy neki van a jachtja, ugye a világ egyik legnagyobb jachtja van, hogy mini tenger alattjárók kísérik a jachtját. De nem van rajta, hogyha el kell menni, nem az van mindig rajta megy. Rakéta hatástalanító rendszer is egyébként a jachtján, de hogy mini tenger alattjárók kísérik, pontosan azért, hogy a víz alól se lehessen kilőni, és a jachton belül is van egy olyan páncélszoba, ahova ő be tud menekülni. Mondjuk süllyedésnél azt megnézem. Az egy picit necces, igen, de hogy be tudod a menekülni, ha támadás érné a jachtot, és egyébként mini tenger alattjárók követik az ő hajóját, ha megy, hogy alulról se lehessen őt fölrobbantani. Azon gondolkoztam, hogy oké, hogy milliárdjaid vannak, meg oké, hogy te vagy a világ egyik legnagyobb, leggazdagabb embere, meg foci csapatod van, meg gyönyörű feleséged, hogy mekkora börtön ez alapjában így élni. Hogy minden pillanatban egyébként attól félni, hogy fejbe lőnek. Nem? Hogy mindent megtehetnél, mindent megvehetnél, bárhova elmehetnél, és mégis szorongás az életed, félelem, van egy gyönyörű szép hajód, és hát, hogy kidöglenél rá a haverjaiddal, és csajoznál, és úszkálnál fejeseket, 8000 testőr vigyáz rád, és néha meglátsz két ilyen periszkópot, akik azt figyelik, hogy nehogy felrobbantsanak téged a víz alól, mert mondjuk egy másik orosz oligarha kicsit berágott rád, mert jóba vagy a Putyinnal, vagy nem tudom, érted? Most a felső fedélzetről ugrom egy fejest. Ne odaugorjon, mert az a tenger alatt járunk 5 méterrel arrébb. Marha nehéz. Tehát, hogy tényleg így éled az egész életet, bár ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy lehet, hogy nekik vannak olyan embereik, akik mindent vállalnak. Érted? Tehát, hogy ez már nem az ő, ezt ő elengedte, tudta, hogy így él, tudta, hogy ilyen szab, vagy tudja, hogy ilyen szabályzásban él, van egy biztonsági főnök, és ő felel mindenért. Gondolom, rohadt sok pénzért, de nagyon nagy felelősség. Nem tudom, hogy mennyire tudod elengedni. Én még mindig azt mondom, hogy értem a parasztvakítást, jönni kell, Debrecenbe fapadossal leszállunk, Skoda Oktáviába beülünk, bemegyünk a parlamentből, megdumáljuk, a kutya nem venne észre. Egyébként tényleg. De tényleg. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőt. Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello. Hát legutóbb ugye a Merkel látogatásánál, látogatásakor beszéltünk. Beszélgettünk, így van. Most pedig itt van a világ, lehet, hogy leggazdagabb embere. Olvastad ezt a cikket erről a 200 milliárd dolláros feltételezett összegről? Igen, hát lehet tudni Putyin elnökről, hogy azért az elmúlt 10 éveket. Nagyon-nagyon komolyan ugye az oroszországi gazdaság rendbehozása mellett azért a saját vagyonának gyarapításával is töltötte. A saját vagyonának rendbehozásával töltötte. Így van, úgyhogy ténylegesen, tehát ő egy nagyon-nagyon gazdag ember, neki külön szigete van, ezen a szigeten nagyon komoly éttermek vannak, ahol csak ő étkezik, illetve hát olyan hatalmas, ilyen nem is tudom, mit mondanám, nem lakosztályok, hanem majd, hogy nem szállodának beillő épületek, ahol szintén csak ő van, és rengeteg. Most tényleg tudom, tehát, hogy a válaszolom kéne, hogy a haverjammal lógjak egy hetet Horvátországba, egy olyan apartmanba egyébként, ami félig van csak kitakarítva, és 3 napon adnak tisztatörők között, vagy egyedül legyek milliárdosként egy szigeten a saját éttermembe, de hát a horvátországi nyaralót. A horvátországi nyaralást választanám a barátaimmal, nem? És akkor ő este eldönt, hogy ma a kínaiban megy, vagy az orosz étterembe, és ott ül benne egyedül. Igen, hát azért ez egy teljesen más világ, tehát hogy előbb beszélgettetek, tehát azért a milliárdosok, illetve az ilyen
csúcsvezetőknek a világ egy teljesen más, egy sokkal-sokkal szabályozottabb, egy valahol azt mondom, hogy egy átlagember, és ez most nem sértésként szánom senkinek sem, egy nagyon-nagyon szabályozott, rideg-hideg világ, amiben egyrészt a biztonsága miatt is egy nagyon furcsa életet él, másrészt, és egyébként ennek tényleg van olyan fejezete, amit előbb mondhatok, hogy vadásznak rá, és nem csak itt, nem csak a politikusra gondolok, hanem akár egy oligarchára. Tehát egy pillanatok alatt egy olyan gazdasági összeveszés történik, amiben a legpiszkosabb eszközöket használják. Tehát azért a 90-es évek Oroszországa nem volt egy jó hely, és hát a mai napig Oroszországban azért elsősorban az erő szavát értik. És ilyen szempontból ebben a világban az, hogy egyrészt mutatsz valamit, óriási hatalmat, ennek vannak státuszszimbólumai, repülők, autók, flották, nem is tudom. Tehát, vagy ahogy előbb te mondtad, Balázs, hogy a tenger alatt járok a hajó alatt, tehát igen. Ez egyrészt mutatja a státuszszimbólumot, másrészt egyébként tényleg a biztonságot is szavatolja. És hát ebbe a világba azért a barátok nem annyira férnek bele. Elsősorban érdekek mozgatnak mindent. Hát igen, és ugye volt néhány oligarha, Hodorkovszky például, akit ezzel hát hosszú például. Időre bezáratott, most ugye kiszabadult, hogy mert ugye hát riválisa lett volna, aztán elküldte egy jó 10 évre, ugye Szibériába, ő talán világ 16. leggazdagabb embere volt, és egy orosz oligarha. Szóval a kérdés az valójában arról szól, hogy van valódi veszély, vagy ez inkább egy erődemonstráció? Tehát tényleg le kell hegeszteni a csatorna fedeleket, mert valaki Budapesten lelőheti a Putyint, vagy azért ez a műsor része, az erődemonstráció része, és kicsit arról szól, hogy na, hát akkor nézzétek meg, megjött Putyin, mekkora a felhajtás. Én ezt nem látom benne, tehát az, hogy most megjött Putyin, és akkor megmutatjuk a magyar népnek, hogy itt van Putyin, és még lehegeztjük így, nehogy kijöjjönnek a Tini Ninja teknőcök a csatornából, tehát hogy nem erről szól ez. Egyszerűen tudomásul kell venni azt, hogy egy ilyenfajta biztosítás nem csak az utcán, hanem a föld fölött, tehát a légtérben is, és a föld alatt a csatorna rendszerben is biztonságot igényel, mert hogy voltak olyan támadások, például Olaszországban a szervezett bűnözés ügyészeket, bírókat robbantott föl, és ott például az út test alatt volt, a csatorna rendszerben volt elhelyezve pokolgép. Tehát ilyen szempontból látott ilyet a szakma, és ezért erre fel kell készülni, hogy védeni lehessen. És az tényleg így van, ahogy ti elmondtátok, hogy ő azért napi szinten nagyon sok fenyegetést kap. Ugyanúgy, mint hogy az Egyesült Államok elnöke, ugyanúgy, mint például a katolikus egyház feje. Tehát ilyen szempontból az ő védelme egy teljesen más szintet jelent. Szólnak neki róla? Szólnak neki? Putyin úr ma 52 darab fenyegetést. Ja nem. Jó, ugye? Ma csak 48-an akarják szép megölni. Napunk van, szép elnök napunk úr. Van, süt a nap, 48-an. Jó reggel! Nem. Tehát nekünk volt egy nagyon jó ötletünk reggel, hogy itt, hogyha itt jönne az ülői felüljárón, akkor a Zsült, a mi hangmérnökünket kitennénk egy fapuskával. Hát ezt nem javasolnám. Lelőnék a Zsült? Mit? Lehet. Tehát én ezt úgy nem javasolnám. Tehát ilyen mi se, de a Zsül nagyon akarja. Hát, igen, oda, hát, Isten nyugosztalja. Tehát nem, tehát ez nem lenne annyira jó ötlet szerintem. Tehát ilyenkor hihetetlen módon kiélezetten figyel mindenki. Nem véletlen az, hogy helikopterek kísérik például a konvojt, hogy mindenre azonnal tudjanak reagálni. Annyiban azért pontosítanak, hogy mindenki azt hiszi, hogy ilyenkor elkezd lövöldözni mindenki egy ilyen személybiztosításba, és akkor ez az elsődleges, hát nem. A menekítés, tehát hogyha itt egy támadás történik, hát erről beszéltünk, igen, a Merkel. Hogy néz ki egy szobafoglalás például? Tudsz konkrétumot mondani? Te megérkezik Putyin, mondjuk itt alszik, hogy elrontja a kis pocakját, nem megy haza. Akkor egy erős orosz akcentussal beszél, angolul beszélő ember betelefonál Four Seasonsbe, hogy szeretne lefoglalni 4 darab lakosztályt, vagy kivesznek egy fél szobát, nyilván direkt hülyén kérdezek, de hogy gondolom, ezt külön ember intézi, és lakosztályokat foglalnak le, és ahogy a múltkor mondta, például saját ágyneműt hoznak. Tudsz mondani egy-két konkrétumot? Mindent hoznak ők, tehát nem csak ágyneműt, hanem étel alapanyagokat, tehát mindent főznek neki, tehát nincs olyan, hogy ő bármit is elfogadna, akár itt nálunk. Az, hogy mit készítenek elő, tehát ugye a mai találkozó és a mai látogatás tényleg egy vélámlátogatás, vagy munkalátogatás, ahol egyébként már hetekkel ezelőtt mindent leegyeztettek, és pontosan mindenki tudja, hogy mit fognak ma aláírni. Tehát igazán ennek olyan tétje, tehát hogy ma úgy beszélgetnek, és akkor hirtelen meggondolja magát valaki. Tehát itt minden le van egyeztetve előre. Nyilván vannak vésztervek, tehát hogyha most itt történne valami, és beteg lenne, biztos vagyok benne egyébként, hogy nem maradna Budapesten, hanem azonnal vinnék a repülőre, és menne vissza Moszkvába. Ha egyébként itt aludna, akkor nyilvánvalóan nem egy-két lakosztályt, hanem a szállodát veszik ki. Tehát azért azt tudni kell, hogyha egy ottalvós, többnapos program van, akkor a biztonsági személyzet az több százas
nagyságrendű, és ez az egész biztonsági személyzet ott van vele. Tehát ez 200-300 embert jelent, ami azt jelenti, hogy egy szállodát akkor kivesznek. Most az amerikaiak finoman lehozták, hogy Asperger-szindrómás, az is érdekes volt. Hogy ők figyelték egy ideig a Putyit, megállapították, hogy ugye hát az autizmus egyik enyhébb formájában lehet így mondani szenved. Asperger-szindrómás. Jó, hát az, hogy figyelik egymást, tehát az, amit hát előbb mondhatok, teljesen természetes, és hát ténylegesen azt tudni kell, hogy azok az emberek, akik a biztonságáért felelnek, nyilván napi szinten nem tájékoztatják őt arról, hogy ma megint egy támadás készült, vagy 613 levelet kapott. Azt tudni kell, hogy nyilván vannak olyanok, akik egyszerűen csak betelefonálnak, mert berágtak rá, vagy küldenek egy levelet, bolondok, elmebetegek. Aztán vannak olyan terrorszervezetek, hát azért azt tudni kell, hogy a szélsőséges iszlám, illetve hát, ahogy te is fogalmaztál, Balázs, hát azért a csecsenekkel nagyon komoly háborúkat vívtak az oroszok. És hát ott azért volt vérdíj, ott volt bérgyilkos osztag, ott voltak terrorista csoportok, akik egyszerűen meg akarták ölni az orosz kormány képviselőit, és hát ezen belül kiemelt célpont. De szeret vadászni, ugye ezt olvassa róla az ember, hogy medvére hát tigris, és szívesen pózol ilyen félhalott állatokkal, vagy ilyen leszedált állatokkal, hát ez nem egy szimpatikus vonás egyébként. Sok más vonása mellett. Ilyen kalandokban élő ember, nagyon-nagyon lényeges abban az imidzsben, amit kialakítottak róla, hogy ő egy nagyon férfias, tehát hogy igazán Oroszország egyik erős ember, sőt talán a legerősebb ember, és hát ebben az, hogy lovagoljon Szibériában, tigriseket félmeztelenül, tehát nyilván igen. Félmeztelenül lovagol az ember, teljesen természetes pózis. Igen, de hát vannak ugye ezzel kapcsolatban mémek is, amikor nem is lovon, hanem medvén lovagol, meg minden, tehát innentől kezdve minden az internet megtalálható, de egyébként ő tényleg ezt csinálja, és én azt gondolom, és hát ti értetek végül is így a médiához, tehát azért a média szakemberek föl tudnak építeni embereket, nyilván itt is egy csapat dolgozik mögötte, akik pontosan tudják, hogy milyen üzeneteket kell eljuttatni, és mi az, amire az orosz társadalom ugri. Tehát azért azt arra fölhívnám a figyelmeteket, hogy 84-87%-os az ő elfogadottsága Oroszországban, tehát ez hihetetlen népszerűséget mutat, és nyilván ebben a népszerűségben... A maradék 16% már nincs életben. Nekik nehéz a sorsuk. Mernél más mondani, érted? Hát azért... Figyeljetek, mikor él ez az ember? Állítólag van neki két lánya, akiről senki... Államitok, hogy ők hol tanulnak. Mikor találkozol a... Hogy találkozol a lányoddal? Tehát vagy vadászni, vagy tárgyalni, vagy üvöltözöl a Kremben. Skipén felhívják. Igen. Arról van valami hír egyébként, hogy a Szél Kálmán téren letakarták a táblákat, hogy ne húzza föl magát? Erről tudta, hogy a teknek kiadták, hogy ne vigyük arra, a kutya fájna, hogy baj legyen. Ne olvas. Három tekesen ki kellett, hogy le kellett akarni a Szél Kálmán tér táblákat, hogy nehogy baj legyen. Én azt gondolom, hogy ilyen nincsen, és ő azért a világ egyik legjobb titkosszolgálatában dolgozott annak idején, és ez a világ legjobb titkosszolgálatot dolgozik neki a mai napig. Akkor valószínűleg tudja. Ő pontosan tud mindent. A kutya fáj. Most is hallgatnak téged, Balázs, és figyelj. Nagyon fontos kérdés, egy hallgató kérdezért nyugtassa mindenkit, hogy a komboly a megye matricát megveszi, ugye? Remélhetőleg igen. Már hetekkel ezelőtt megveszi. Most külföldi autó van, ugye, mert Merkelnél mi biztosítottuk az autókat, na most ugye ők hoztak. Ugye. Nem használ internetet, hanem csak újságból tájékozódik. Számomra teljesen meglepő, hogy mindenféle technikai kütyüt utál, ez igaz? Hogy szívesen olvasod az újságot, de semmi technikai kütyű nincs, csak egy piros, meg egy fekete te telefon az irodájában körülbelül? Ez a KGB-s múltból adódik, azért azt tudni kell, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években azért az orosz titkosszolgálat tényleg technikai szempontból majd, hogy nem mindent le tudott hallgatni. És ő pontosan egy olyan világból jön, ahol tisztában van azzal, hogy egy vezető szobájában mit lehet elhelyezni, és ezért ő nem tűri ezeket az eszközöket. Az, hogy ő csak újságot olvasna, ez nem igaz így. Tehát az önéletrajzi könyveiben, illetve hát én magam is találkoztam olyanokkal, akik dolgoztak mellette. Előolvasnak neki. Nem. Ő nagyon komoly összefoglalókat kap. Nagyon sokat dolgozik. Az más kérdés, hogy későn kell. Tehát egy teljes egészében más életritmus szerint él, mint mondjuk egy normál ember. Egyébként a hét minden napján, tehát szombat vasárnap is dolgozik. És hát vannak hírszerzői jelentések, különböző belbiztonsági jelentések, amelyek nagyon részletesek. Ezek egyébként papír
papír formátumban ott vannak az asztalán. Ezeket mindig végignézi, de egyébként technikai eszközt, tehát monitorokat, laptopot, számítógépet nem tűr el a dolgozó szobájában. Olyan élethelyzet van, amikor mondjuk golyóálló mellényt adnak rá, mondjuk beszédet mond? Vagy politikusokra, vagy felső vezetők eszek, hogy Putyin úr, ezt most neki azért a bőre golyóálló. Igen, ezt most azért föl kéne venni, és akkor a Putyin azt mondja, jó, belebújok, vagy nem bújok. Ha lőnek, akkor tök mindegy. Hát nyilván ő dönti ezt el, nem? Tehát van egy javaslat a titkosszolgálati vezetőjétől. Lehet olyan élethelyzet, amikor rájuk is adnak valamit? Lehet, tehát ha azért háborús övezetben van, és itt most nem csak Putyinról beszélek, tehát más politikusokról is, tehát azért elképzelhető olyan helyzet. Ha jól emlékszem, egyébként az amerikai hadügyminiszter is, amikor 2001 és 2002-3-ban a Közel-Keleten volt, akkor volt olyan nyilatkozat, ahol golyóálló mellényben volt. Azért ez egy rossz üzenet biztonsági szempontból. Tehát a politikusok, illetve top vezetők azért nem szeretik ezt, mert hát nyilvánvalóan nem az, hogy bőrük golyóálló, de ők nem mutathatják, hogy félnek. És ilyen szempontból, hogyha te föl leszel egy golyóálló mellényt, és odaállsz a kamera elé, akkor ez úgy látszódik, hogy hoppá, hát igen, én vagyok a világ legnagyobb hatalma, de azért vigyázni kell rám, mert lehetséges, hogy valahonnan jön egy lövés. Tehát ezt nem azért túl jó az üzenet, nem, igen. Nem szeretik, de van ilyen, és hát Putyin elnöknél is volt. Általában egyébként nem katonai golyóálló mellényt adnak rá ilyen esetben, az látszódik ugyanis, hanem ilyen vékony, tehát amit öltöny alatt vagy ing alatt lehet hordani. De volt ilyen, tehát láttam én is olyan felvételt, ahol azért körvonalazódott, hogy valami van az öltöny alatt. Mi jár annak az embernek az agyában, aki elfogadja ezt a testőri állást, és tudja, hogy benne van a szer, nyilván nincs leírva, de hogy neked oda kell ugranod, hogyha őt megtámadják. Ez egy másfajta gondolkodás, urak. Tehát, hogy ezt nem értik így az emberek, hogy egy testőrnek, tehát elfogadod azt legbelül, hogy az, akire vigyázol, az fontosabb, mint te. Hát de a saját életedet oda tudod dobni. Igen. És ők viccesen néznek egy testőr a Putyin háta mögött. Elnök úr! Nem, tehát azt kell megérteni, hogy ténylegesen, akik ő rávigyáznak, nem Putyin elnököt látják csak, és ezek most nem nagy szavak, hanem Oroszországot adott esetben. És ilyen szempontból nekik ez egy, és én ezt tényleg komolyan gondolom, én magam is végeztem ilyen munkát, meg hát ismerem azokat, akik napi szinten ilyet csinálnak, nekik ez egy szent küldetés. És ezt elfogadják magukba. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan egy politikus nagyon sokat tud ezen rontani, tehát hogyha egy nagyon-nagyon rosszul gondolkodó, vagy egyszerűen gondolkodó és lenéző, tehát a saját testőreit nem becsülő politikusról beszélünk, azért nyilvánvalóan egy olyan embert sokkal-sokkal nehezebb védeni. Volt ilyen magyar politikus egyébként, akire vigyáztak, és eléggé egyszerű volt a testőreivel, de hát ez van. A legfontosabb kérdés, és ezt hagytuk utoljára, látta-e valaki a retúrjegyet visszafele? Tehát, hogy biztos, hogy megye. Voltak már itt eleget, oké, hogy megjön, de hogy megye. Ez a kérdés. Vagy leszáll egy gép, leszáll két gép, tudod, trójai falóval megérkeznek, és azt szépen itt egy gép per jegyet, tehát láttuk-e a visszajegyet? Biztos, hogy a mai nap folyamán vissza fog menni, tehát én ebben nem kételkednék. Én azt gondolom, hogy türelmet kell az emberektől, és tényleg ezt tudom mondani, hogy arra a 10 percre, negyed órára, fél órára tényleg türelmesen kell várakozni. Tényleg ő a világ egyik legvédettebb embere, és ilyen szempontból az ő védelme kiemelt feladat, és nagyon sokan dolgoznak ezen, úgyhogy ezt tiszteletben. Hát figyelj, a magyar lakosság, a budapesti lakosság edzett már, tehát itt jönnek politikusok, szerintem. Igen, ebben van igazságod. Bírják. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Itt van az év hala, kérem szépen, a kecsege. Letaszította a trónról a magyar bucót, mert tavaly egyébként a magyar bucó volt az évhala, és idén a kecsege lett. Tehát elindul egy ilyen állatlobbi, hogy az ornitológusok nyomják a madarakat, a horgászok szövetsége nyomja a halakat, majd jönnek az emlőszakértők. A magyar haltani társaság, igen, majd jönnek a hüllőszakértők, jönnek az emu szakértők, és mindenki megszavaztatja a saját állatát az év állatáról. Így van. És lesz egy nagy, amikor az összes állatot megválasztják, és azok közül egyet? Most
már csak az év emlősét várom, hát ha a Leska Diamond lesz. Figyeljetek, arra jó esély lenne. Srácok, igen. Azt mondja, hogy a második helyezett a galóca lett, nem tudom, hogy gomba hogy kerül ide egyébként, de nem, természetesen van egy ilyen halunk is, egy galóca, és hát tegnap beszéltünk például Vágó Istvánról is, és befutott a Vágó Durbincs is. De most komolyan kérdezem, nekem ezekhez semmi, az ég egy adta világon semmi bajom, de hogy azon kívül, aki mondjuk ahhoz a réteghez tartozik, aki mondjuk fejből megmondja, és ott ül a Dunavarsányi, nem tudom, strandon, és horgászik, azon kívül egyébként ez egy hétköznapi embernek mond bármit is, mert szerintem az így egyadta világot semmit. Van ennek valami értelme? Ez, hogy mondjon, hogy aztán később az emberek, amikor majd itt kimennek a strandra, és akkor megkérdezik, hogy sok itt a kecsege, akkor akkor tudjanak. Mi az értelme? A kecsege mondjuk egy érdekes hal, mert képzeld el, hogy porcos hal. Porcos váza van neki, érted? Tehát, hogy ne... Én ma megint meg akarom verni a Ferit. Pont, mint a térdem. Igen, ettől rohadt izgalmas. Tehát, hogy nem mondja, ettől annyira izgalmas, hogy a bepisilek annyira izgalmas. Egy gyönyörű fehér húsú, egy fokhagymás, tejszínes mártással megőrűz. Tényleg most úgy elkezdtem izgatott lenni, hogy valami döbbenet. Ez egy ősi hal, képzel, olyan, mi a tokféle. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert eddig... Te például szeretsz nagyon kint vízisportolni, élő vizekre járni. Most, hogyha éppen akkor itt én érted, lelassítotok valami kis móló mellett, és beugrik valami a kis hajókát. Igen, és akkor most, tehát hogy mit tudom én, egy évvel ezelőtt még gondolhatod azt, hogy ez egy magyar bucó, vagy egy kurta Boeing. De így most már van értelme, hogy mi ma róla beszélünk, mert tegnap megválasztották, most már tényleg mindenki utána néz ennek. Nézd, Benni, az év hala, egy kecsege ugrott be a hajónkba. Igen. Nem, de jó, én drukkolok az összes ilyen megválasztott állatnak, meg madárnak, meg halnak, nem tudom, hogy ennek valójában mennyi értelme van, de nem is kell nekem ezt eldönteni. Tehát bírom, ránézek most már én is erre a halra egyébként. Mi a neve, hogy hívják? Évhalát? Kecsege. Így van. Tavaly pedig ugye azt mondja, hogy mondom neked, a magyar bucó, nem egyszerűen bucó, a magyar bucó Feri, léci. Holnap kik választanak? Magyar embereknek magyar bucó. Egyébként ugye tegnap. Holnap kik választanak, mert akkor fél órával később ők. Tehát kit hirdet ki az Ákos 6 óra, akkor van valaki, akik tényleg a magyar EMU társaság, vagy bárki, aki megválasztja az év emlősét, madarát. Ja, az már volt tegnap. Én várom, mert szerintem ezen a héten tök jó lenne, hogyha minden nap lenne. Akkor legyen ez egy nagy coming out, jöjjön elő mindenki. Így van. Nem? Aki eddig nem gondolt arra, hogy megválaszza a kedvenc állatát, én azon belül is az év kedvenc állatát. Én szeretném, ha holnap megválasztanak az év gombáját. Az év gombája. Tényleg jöjjenek akkor. Szurkolsz. Így van. A gyilkos galócának. Hát, tehát jöjjenek akkor a gombaszakértők, és válasszák meg az év gombáját. Amiből a legtöbb fogyott, amiből a legtöbben, nem tudom, belehaltak, amit sikerült megakadályozni, ami sokat virágzott, ami sok, nem tudom, bármi. De legyen az év gombája. Hát akkor fontos az is, nem? És jön majd fontos, az év... ne, számomra fontosabb a gomba, mint a hal. Egyébként, hogy tudd, hogy melyiket ne edd meg. És a Magyar Bőrgyógyászok Országos Szövetségének szavazat. És majd tavaly év nyertesek, Kovács Béla, annyi minden volt rajta, hogy... Mondjál, mit kérdeztél? Jön majd az év rovara is? Az év rovara, az év zsiráfa, tehát jön egy csomó minden, persze. De hát az valami patás vagy emlős lesz, nem? A zsiráf az alá esik. Na csak mondom, hogy az év gombája... Én azért örülnék, hogyha ez hogy Magyarországon honos, illetve őshonos fajták közül kerülnének ki. Most van olyan, hogy év gombája, ne. Csak mondom, hogy a 2014-es év gomba választáson a mezei szegfű gomba nyerte. De egy király! És egyébként egyöntetően, tehát hogy elvitt minden. Megköszönte, átvette és valaki tolta. Gyerekek, szerintem valaki megtolta a mezei szegfű gombát. Valaki nagyon ott volt. Valaki nagyon, nagyon valaki egy nagyobb kontingest felvásárolt belőle és el akarta adni. Na szóval, hogy drukkoljunk. Jó, de akkor még valaki jöjjön elő a héten valamivel, tényleg. Jó, ne csak a madarak és a halak nyomják itt magukat. Kecsegéseknek, de és ne szomorkodjanak a galócások sem, jó, mert hogy és a vágodurbincsosok sem, mert eljön még a ti időtök is. De akkor mondjatok valamit erről a halról, tényleg. Tehát, hogy egyrészt, hogy ismerem neked, megehetem, nem ehetem, vissza kell dobnom, nem, védet, nem lehet nem morgázni. Nem morgázhatom. Tehát az évhalát nem eheted meg, szerintem. Nem, hát. De az év tortáját is megeheted, hát miért mondjuk nem? Ez is igaz. Mondjuk tényleg, akkor az évhalát is. Hát az évhala valami, akkor azt védjük, vigyázunk rá, szeretgetjük. Jó van, a somlói revolúciót azt faljátok, de a kecsegéhez ne nyúljatok. Most levinnének bennünket egy bányatóhoz, és kiemelnének három különböző halfajtát, mit tudtok megmondani? Hát egy bányatóból leginkább egy bele rohadt darut tudnának szerintem meg itt. Jó, akkor mit tudom, a Dunavarsányi halastóhoz, ami melyiket tudnánk, melyiket is megnézni? Hát azért a harcsát, a csukát, keszeget, a pontyot, tükörpontyot, a kárászt, a durbincsot, a kecsegét, az amúrt, azért ezeket mindet. De ennyi mindent tudsz. Az nagyon szép. Én hülye vagyok halból. Én tök hülye vagyok halból.
Teljesen. A durvincs mi? Mi a durvincs? Azt mondom, hogy van ilyen sejmes durvincs. Ez mitől arany sejmes? Durvincs. A sejmes? Az érintésem. Úgyhogy ezt visszafelé is végig húzhatod. Te legalább annyira laikus vagy, mint én, jó van. Visszafelé is végig húzhatod az arcodon. Igen. A tükörpont pedig azért, mert ránézel, meg tudsz benne borotválkozni. Igen. Jó, nem, mert én hiányoztam halból. Tehát, hogy nem, halból? Igen, nem voltam. Hiányoztam halból. Tehát az nekem kimaradt. De a kecsegére bementél, ahogy láttam. Nem, kecsegéből kitüntettek. Igen. Az évkecsege. Meglott az évkecsege. Igen. Igen. Kazinci díjasunk, Horváth Aranka. 97-ben az évkecsege volt. Jó, Balázs. Igen, az évkecsege 92-ben. Sebestén Tudik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Brutális hírem van. Ti, akik mindez idáig szkeptikusan álltatok egy bizonyos dologhoz, ti, akik engem folyamatosan... Gyerekek, megérkezett a bizonyíték. Basszus Feri, mi lenne egyébként, hogy tényleg ebben a műsorban ültem, mondjuk hetente vagy két hetente hoznál valamit a szuvidálásról? Képzeljétek el, kijött a legújabb szuvid. Hallod, de most ezt nem fogjátok. Na, ennél borhanyosabbra semmi, sehol. A szuvidálás 10-ből 2-re tesszük emberre számilag, akit érdekel, azért a földön kívülek, az legalább 10-ből 5. Így van. Tehát a szuvidálás kontra földön kívüli, azért ott még a földön kívüliek irányába billen a mérleg. A szuvidálás azért az egy nagyon kis szubkultúra. Jó, de ebből az 5-ből 4 pszichiátriai kezelés van. Azt hiszitek, hogy csak bedobok ilyen fél információkat, hogy bolondozzak, és azt hiszitek, hogy majd megint valami... Igen, megint részeg volt a kanadai védelmi miniszter. Kanadai védelmi miniszter nyilatkozatát hozom én nektek, de ennél egy sokkal összetettebb dologról van most szó, és a végén, tudom, a megszállás végén mind a ketten be fogtok pisilni. Itt fogunk sírni, magzatpózba. Eddig nem maradunk. Ugyanis, képzeljétek el, hogy... jeleket fogtak gyerekek. Ami érdekes, mert hogy mindjárt fölhívunk egy szakértőt. Jegyeket. És megfogták, nem repültel egyszer. Igen, a tejúton túlról érkezett rádiójel, amit nemrégiben fogtak az amerikai űrkutatók, és ők ezt nyilvánosságra hoztak. 5,5 milliárd fényévről érkeztek ezek a jelek. Hát, és azért ilyen ritkán tudják. Van. Tessék? Azt honnan tudják, hogy honnan indul? Hát megnézték az útlevelét, ezt látták. Lekérdezték, az a tejúton kívüli. Olyan messzét, igen. Tehát, tényleg. Ez egy néhány tized másodperces rádiójel, és a forrás azt mondják, egy fekete lyuk lehet. A kutatók azonban azt is mondhatják, hogy sokkal valószínűbb az, hogy a Földtől igen messze létező idegen civilizációból érkezett, 5,5 milliárd fényévről egyébként. Nagy össze, már szeretem a hírt, tehát azon, hogy van egy tudományos magyarázat, hogy ugye vannak sugárzó anyagok a világűrben, így egy ilyen fekete lyuk benyelt egy sugárzó anyagot, onnan jön, ezt villámgyorsan lehúzza így a csávó, érted? Illetve inkább idegen civilizáció, amire semmi bizonyítéka nincsen. Van egy, még egyszer mondom, egy tudományos jó magyarázat, azt el tud hinni, ezt keresztül húzza, és rögtön megy a szenzáció hajhászás, érted? Azzal, hogy idegen civilizáció. Adjunk valami pulvárnak is. Nem, régebben is voltak már ilyen jelek, tehát amikor a 80-as évek közepén is fogtak már ilyen jeleket, ami általában egy ilyen egy számkód volt, egy logikusnak látszó jel érkezett egyébként, amit lefordítottak, és a mi nyelvünkön körülbelül az jelent, hogy idegen civilizációkat, lényeket keresnek az univerzumban a jel kibocsátói. Egyébként, hát ez egy igazolt 1985-ös fogás volt, amiről aztán elég sokat is beszéltek, hogy az olyan bináris számkód formájában jött, de hogy ezt átkódolták matematikusok, és hogy az egy valódi üzenet volt. És visszaüzentünk? Tessék? Visszaüzentünk? Hát nekünk is vannak jeleink, amik mennek, kérdés, hogy azokat hol fogják. Itt a rádióban is vannak időnként zavarok, de az általában csak azért van, hogy 10-kor kapcsolják be az ipari porszívót itt a pénzben. Na, mindjárt felhívunk valakit, hogy mondja el nekünk, hogy pontosan milyen jelet fogtak. Attila? Tessék? Nem. Hogy, talán kicsit komolyabb, aki elmondja nekünk, hogy mi ez a rejtélyes jel, ami 5,5 milliárd fényévről érkezett, és hogy fogták be, kik fogták be egyébként. És hogy mi milyen jeleket bocsátunk ki. Talán ez meggyőz benneteket. Itt van Kalmár János, a Magyar UFO Kutatók Szövetségének elnöke. János! János, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok én is mindenkinek is, nektek is, a kedves hallgatóknak is, tessék parancsolni. Na, hát a legfontosabb kérdés. Ez a Tejúton túlról érkezett ez a rádiójel, amit a napokban fogtak az amerikaiak, tényleg? Jó, a Tejúton kívülről érkezett, igen, valóban. Hogy lehet meghatározni a forrását, és hogy milyen messziről jött egy ilyen rádiójelnek? Tulajdonképpen ezt a csillagászati terület, mi nekünk csak azok az információink vannak meg, hogy ennek az eredménye. Valójában olyan rádióantennákkal tudják ezt behatárolni, amelyek a távoli, igazán a naprendszeren kívüli, és sőt a tejútrendszeren kívüli területeknek a távolságát, azoknak a verődését tudják meghatározni, és ebből derül ki, hogy milyen távolságra Na most csak ezek... az irányt lehet ebből meghatározni? Mert hogyha ugye egy olyan égitestről beszélünk adott esetben, vagy egy fekete lyukról, aminek a távolságát nem is ismerjük, nem is látjuk, igen. Akkor hogy határozzuk meg a távolságot? Mert az irány az oké, az tiszta, de hogy így... Természetes, hogy rengeteg kérdés vett fel, ez mindannyiaknak, illetve a csillagászoktól kezdve UFO-kutatóknak ugyanolyan kérdésed, hiszen valóban nem tudjuk azt sem, hogy egy fekete lyuknak a jele ez, de azonban a jelek ismétlődéséből, annak logikájából, mondjuk bináris számrendszerből adódó dolgokból lehet következtetni, hogy értelmes, és a fekete lyukról elvileg, hát ugye jelenlegi tudásunk szerint nem gondoljuk, hogy értelmes jeleket sugároz, hanem valamilyen jelforrás. És ennek a számsornak, amit most az amerikaiak elfogtak, ennek van, amit te is mondasz, logikája, ritmusa, tehát lehet arra következtetni, hogy ez valamilyen üzenetet hordozhat, ha mondjuk tudnánk dekódolni? Igen, pontosan ennek ez a lényege, hogy olyan bináris számrendszeret hasonló megfelelő ismétlődések mellett, illetve a számsorozatok mellett van ez a logikus következtetés. Ilyet valóban a véletlen előfordulhat természetesen, de nagyon kicsi az esélye. Teljesen más jellegű, mondom, nem változó jelek vannak általában, ami azért érdekes, mert azt ugye akkor soha nem jutnánk egy körfolyamathoz, tehát magyarul egy üzenet az vagy állandóan ismétlődő rendszer, de ugyanabban a logikai sorrendben. Nos, ez a lényege, hogy ez mindig megismétlődik, olyan, mint egy levél. Eljutunk az elejétől a végéig, addig mindig más-más hangon szólunk, majd a végén kezdjük előről. Ha ezt a rendszert egyszer felfedezzük, hogy mettől meddig tart, és utána újra mindig ismétlődik, akkor ez az, ami ma mellett szól, hogy ezt azért valaki írták. Azért ez nagyon érdekes, amit mondasz. Mondjad, Feri, mondd. Hogy ez 5,5 milliárd fényévnyiről jött, az is egy ilyen megállapítás? Ezt is közölték? Én ennek pontosan adatát, hogy most ez milyen távolság, én nem tudom. Aha. Mert az ugye azt feltételezi, ha 5 vagy 1 milliárd fényévről jött, tök mindegy az adat, hogy azt ugye annyi idővel ezelőtt indították el, ugye az is benne van, illetve ez rádiójel, tehát ez még olyan gyorsan se jön, mint a fény. Ez így van, de nem menjünk ilyen messzire, sokkal egyszerűbb, ha csak a földünkön gondolkozunk. Itt lent a tengerek mélyen is vannak olyan objektumok, amelyek nem tudják behatározni csak körülbelülre, de rendszeresen ismétlődő logikai sorrendben lévő, tehát itt is van, és alig lehet meghatározni. Tehát azért mondom, hogy itt rengeteg még a nyitott kérdés, és csak magyarázatokat tudunk gyártani, elméleteket, amit megpróbálunk megfejteni, legyen. Az igaz, hogy az amerikaiak hasonló jeleket 2007-ben is fogtak már? Tehát, hogy a Hawaii teleszkópokkal, a kaliforniai teleszkópokkal jöttek már hasonló jelek 2007 környékén? Igen, sőt a 70-es években is többször voltak ilyenek. Tehát ez nem egyedi eset. Rendszeresen és nagyon-nagyon sok ilyen jel elcsípés van, ha szabad így mondani, amelyek aztán később bebizonyosodnak adott esetben, hogy ezek mégsem, hanem két jelforrásból kikeveredett valami új harmadik hozott jött létre, és ebből adódóan ez már nem azt jelenti, hogy intelligens dolgoknak tudhatjuk be. Bármikor de valóban is... vannak ilyenek a 70-es években, mert különösen sokat szoktak. Bármikor is volt arra példa, hogy mondjuk egy ilyen rádiójelet valamilyen formában át tudtak konvertálni egy értelmes üzeneté, mondattá, gondolattá? Nem, hát olyan volt, hogy ne természetesen, hiszen a Kontakt című film az pont erre épült, az nem csak annak egy része, az valóság talajon nyugodott, és onnan származott. Ugyanakkor nem csak ilyen rádiójelek vannak, illetve nem tudjuk, hogy mivel tudják itt a Földön is előidézni, a gabonakörök egyes részén is, ott igazán csak nagyon szűken egy-két jelről beszéltünk. Údor dinamis szemrendszerbe készült gabonakör jelek vannak,
ami rádiójelhez hasonló üzenetsorokat, bináris számrendszerűket, amiket fejtenek pillanatilag is. A gabonakört azt traktorral idézik elő, szerintem. De ugye a gabonakörök környékén fogható egy olyan jel, amit szintén egy kód formában érkezik? Nem elejtettem. Maga a gabonakör a jel. Bináris, így van, bináris számrendszer, és ez egy nagyon komoly, ez éppen egy katonai bázis, Amerikában egy katonai bázis mellett történt ez, egyik éjszakáról a másikra. Azért el kell mondom, hogy a katonai bázisok már ott azért sokkal nagyobb a figyelem, és ott nem lesz csak úgy megközelíteni. Ennek az volt pontosan az érdekessége, ami a nagyon különös benne az üzenete. Az Orion csillagképnek az üzenete volt rajta, és ahhoz képes volt egy bizonyos üzenetsor. Amit nem sikerült megfejteni, vagy amit nem tudnak még? Megfejtés, de sok minden részét már megfejtettek, annak még egyelőre nem publikus, de már foglalkoznak vele, és ezeket próbálják megfejteni, mert hát ugye valószínűleg az üzenet akkor él célba, hogyha meg tudjuk fejteni a hatalmat. Hát azért ez érdekes, hogy a katonai bázis mellé jön egy ilyen üzenet, nem ami ábrázol valamit, és aztán ezt próbálják, egy gabonaföldre próbálják utána megfejteni. Mondjuk lehet, hogy az üzenet csak annyi, hogy még egyszer letapossátok a búzámat, szétrugmaságet. Igen, akkor lelövöm a teheneire teszem. Nyilván ez is lehet egyébként. Visszaüzenni nem próbálunk? Vagy mi is sugárzunk valami jelet, nem? Természetesen folyamatosan, bár most ez egyre inkább csak kutatóintézetekre, mint például a SETI-re vonatkozik. Régebben a rádiójeleink, hasonlóan megint csak hivatkozhatunk a kontaktra, ahol egy alapproblémát vetnek csak fel, hogyha kisugárzunk az éterbe, egy bizonyos idő után visszaverődhetnek ezek a jelek. Tehát lehet ez egy öngól is adott esetben, de azért általában célirányosan, általában arra a bolygóra, vagy csillag, vagy naprendszerre, vagy a galaktikán belül arra irányítják ezeket a mi rádiójeleinket, hogy onnan, ahol érkezett értelmes válasz, évszázadokkal akár ezelőtt, mert hogy itt ugye az előbb éppen említettük, hogy valóban ez nem biztos, hogy mai jel, sőt biztos, hogy nem mai jel, ekkora távolságoknak, hát onnan, akkor arra, ugyanarra menjen vissza a válaszunk. Milyen válaszunk lehet? Például a Holdra is vittünk ki, nem rádiójelként, de rádiójeleket is fogtak a Holdon, majd mikor fölmentünk, arra olaj aranyágat tettünk oda, meg egy kis szilíciumlapot 147 ország nevében, ugye, hogy az a békés szándékkal érkeztünk, kérdezem én, kinek? Magunknak? Igen. Jó a kérdés. Igen. Egyébként, igen. De egyébként lehet, hogy óhatatlanul te már üzentél nekik, Feri, annak idején valamikor Ferenc napkor, amikor új kigyós mellett a határban kimentél részegen a Lucernásban, letapostad aztán. Azóta is gondolkozzák, hogy mi lehet ez a jel? Mi lehet ez a jel? Nem tudják megfejteni, ahogy mi pisiltük körbe a havat télen. Óriás ezt ide beletapostam. Mi lehet ez? És a négy üres demizson, azzal mi mit akarsz. Az előbb mondtad, hogy vannak ilyen sugárzó, jelet adó valamik a bolygón, a mi bolygónkon, a tengerek alján, ugye? Igen, igen. Azt miért nem nézzük meg? Az nincs olyan messze, tehát oda le lehet menni. Már a Marianna árokban is voltak fölfedezni. Meg hogy lehet, hogy a helyüket nem lehet meghatározni, hát méteres pontossággal meg lehet határozni a víz alatti objektumoknak a helyszínét, szimplán rádió hullámokkal, ugye? Hát ez a szonár az erről szól. Így van. Ez a kutatás, amiről most beszélünk, ez nap, mint nap zajlik. A haditengerészet, az amerikaiak folyamatosan ilyen speciális kis mélybúvár hajókkal folyamatosan vizsgálják ezt a területet. Én inkább azt mondanám, hogy van valami félelem ebben, hiszen képzeljük el, hogyha a szomszéd kertjében szép óvatosan belopózunk, lehet, hogy nagyon rácsapnak a kezünkre. Érthető, valami ilyesmiről van szó, rendszeres a vizsgálat, a helybéliek is tudnak erről a különös jelforrásról, erről a jelrendszerről, ami onnan érkezik naponta és állandóan. Mondom, a haditengerészet ezt folyamatosan vizsgálja. Ki tudja, lehet, hogy már régen ebben eredményeket értek el, csak ezeket nem osztják meg egyelőre még velünk. Mit szólt ez a nyilvános dologhoz, amit ugye most hoztak nyilvánosságra, az UFO akták? Az amerikai légierő csak nem 130-150 ezer oldalnyi titkosítás alól feloldott azonosítatlan repülő tárgya készítésével és UFO-gyi vizsgálatokkal kapcsolatos aktáját. Ugye erről beszélünk. Hát azért ez egy nagyon érdekes dolog. Feltették az internetre, ugye a Kék Könyv projekt gyűjtemény, és rengeteg a hadsereg által UFO észlelt jelentésekről van szó. Így van. Ez érdekes, nem? Hogy ezt nyilvánosságra hozta, aztán talán a CIA. Nem a CIA hoztam nyilvánosságra, illetve bizonyos értelemben igen. Ugyanis ezt egy UFO-kutató, amerikai UFO-kutató John Greenwald hozta napvilágra, hosszú évek kutató munkájának eredménye, illetve az állandó kérés a hatalom felé, miszerint Amerikában létezik a sajtószabadságnak, illetve az adat, nyilvános adatforgalomnak a
törvénye, ami kötelezővé teszi, ha annak megfelelő rakszámát tudja produkálni az újságíró vagy kutató, akkor Amerikában ezt napvilágra persze beterjeszti, akkor napvilágra kell kötelező hozni. Nos, ezt csinálta ez a John Greenwald, és hát ennek eredménye 130 ezer egyébként az az adat, sőt, személyesen módon volt megismernem, aki a Blue Book írása közben részt vett, mint szakértő, ez pedig Roberto Dean volt, aki Magyarországon többször járt. Ez tulajdonképpen ez nagyon sok olyan esetet mondott, hogy a titkosítás mennyire komoly volt, például egy katonai hadgyakorlatról beszélt, ahol a hadgyakorlaton ott repkedtek UFO-k, és nem engedték addig az állományt, amíg azt mondta, hogy még mindig láthat az égen valami. Majd amikor aláírták ezt a titoktartásig, azonnal mindenki hazamehetett. János, csak hadd kérdezek valamit, a Feri mindig ezt kérdezi tőlem, és erre igazából nem is tudok válaszolni, vannak elméletek nyilván, mikor de a választ nem pénzt keresni. Hogy mikor lesz műsorom az RTL? Dehogy is. Hogy, mondom, Feri kép, nem tudom, hát hidd el, minden megteszem. Mennyi nem. Hogy, nem tudok segíteni. Hogyha ők valóban vannak, most mindegy, hogy mi vagyunk, és saját magunknak üzenünk, vagy ők más civilizációból származó lények, teljesen mindegy, akkor miért nem jönnek ide egyértelműen, és miért nem mutatják meg magukat a nyilvánosságnak? Ugye mindenki számára bebizonyosodna végre, hogy valójában itt vannak. Tehát jó. Üzennek, de közben mégsem akarják, hogy kiderüljön, üzengetnek, de mégsem egyértelmű a dolog. Céljuk van, de nem látjuk, hogy mi a cél, és ezt így fel is szoktak kérdezgetni, és erre nyilván én sem tudom a választ, mert a kérdés jogos, hogy ha viszont itt jönnek, mennek, leszállnak, felszállnak, akkor miért nem jönnek egyértelműen? Hogy erre te, mint UFO kutató, mit mondasz? Erre a következőt mondom, megint csak az eredményeinkből, ez közel sem így van, hogy ők nem jönnek rendszeressége. Azért mondok megint egy élő példát, mert hiteles forrásból származik ez is. Vladimir Azaza professzor úr rendszeresen járt Magyarországra, és ő a novoszibirszki és a szibériai területeknek volt a katonai megfigyelő bázisának a vezetője. Minek volt a megfigyelője? Az UFO beszállásának speciális olyan háromszögelési pontokon rendszerességgel napi több száz jött be, amiket különböző kamerákkal, infrától kezdve normál kameráig rögzítettek. Sőt, olyan fotókat mutatott az idegenek testekről, a bőrük szerkezetről és egyébről, és ezt rendszeresen jött ide Vladimir Azaza professzor, és nem akárki volt, még ez az Orosz Tudományos Akadémiának egyik vezető munkatársa. Hát Oroszországból egyéb furcsaságokat is hallottunk és már. És vodkával gargarizál. Igen, nem akarjuk elbagatelizálni a dolgot. Az abban, ezeket mi miért nem látjuk, ezeket a dolgokat? Miért láthatjuk, nagyon sokszor. Ezt a felvétel halmazt, amit most elmondtál, hogy több ezer napi berepülés volt, hogy abból így tényleg nem igazán lett semmi. Tehát én most rákeresek a neten, akkor megtalálom? Vagy el kell mennem? Ezeket megmondom őszintén, hogy mi föl szoktuk tenni, csak mindig lekerül róla. Sőt, olyan hülyeségekkel aláírnak dolgokat. Például a Holdról, a Holdon egy 20 km átmérő szerkezet repült át 92-94 körül. Ezt a felvételt megkaptuk a Zsuzsájéktól, föltettük, és állandóan leveszik, föltesszük, vajon kik veszik le? Teszem fel a költői kérdést. Vajon miért? Akiknek érdeke, hogy ez ne derüljön ki, de viszont konferenciákon ezeket bemutatjuk, élőben meg lehet nézni, és hát most március 7-én is lesz egy ilyen UFO konferencia, szeretettel várunk mindenkit, ott is nagyon érdekes dolgokat, a kutatási eredményekről szoktunk számot adni egy éves munkáról például. Együtt lesznek, le lehet rájuk csapni. Mit akarok mondani, hogy János, nem értesz véletlenül a távcső beállításhoz? Mert hogyha esetleg értenél egy picit hozzá, akkor nagyon sok közös témátok lenne Balázsral. Mert neki van a garázsában egy prémium minőségű, pár évvel ezelőtt még az volt, de azat nem sikerült kicsomagolnia, mert több réteg szikszalaggal van átkötve, és be kellene ezt állítani, és közben olyan jókat tudnátok egymással beszélgetni. Abszolút nincs akadálya, csak annyit erről egyébként a beállításról, hogy kamerával, akkor javaslom, hogy nyugodtan érdemes az égboltot, amikor tiszta az ég és a Holdat mondjuk filmezzük, sőt filmezés, mert ugye azonnal dokumentum lesz a kezünkbe. Nyár estén, vagy kellemes tavaszi, vagy őszi időszakban megdöbbentő képeket lehet látni a Holdra leszálló szerkezetekről, tömegével mondom, nem egy tömegével. De látjátok, lehet. Jó, most kezdett jól lenni, mert a Feri leesett az asztalra. Én most tényleg megállítanám, hogy most fog a Feri hazamenni, én viszont most kezdem el. Nem nagyon szeretni ezt a beszélgetést. Nem megyek haza. Nagyon jó. Az a baj, tehát, hogy itt elhangzott az, hogy igen, napi 1000 berepülés a Szovjetunióba, vagy Oroszországba. Akkor a világon napi több 1000 berepülés, vagy 1000 berepülés, és napi több száz holdra szállás zajlik, amit
egyetlen egy tömeges, olyan, tömeges holdra szállás zajlik, amiről sehol a világon egyetlen egy elérhető dokumentum nincsen, úgy, hogy amatőr csillagászok és profi csillagászok hadafigyeli az eget, hadd fejezem be. Videóra. De nem vették föl, nincs, gyerekek, mutassatok egyet, tehát az, hogy... Én rengeteget fogok... Én nem megyek hozzá, én ma délután oda megyek. Megint zsibbadni fog a lábad. Ne idegeskedj. Ne csak, ne mondjunk már ilyet. Mondjad, János, mondjad. Itten a Balázs műsorában voltam bent, talán még emlékszel rá, amikor azt a derékszögbe leszálló UFO-t mutattam be. Talán még emlékszel. Melyik műsor volt ez? Mindegy, igen, emlékszel. Köszönöm a bizalmat, hogy emlékszel, oké. Ez végül is arról van szó, hogy ott is bemutattam, az egy más kérdés, hogy a felkonf mi volt alá, hogy János nagyon élénk fantáziájú, és összekeverj így konferáltalak? Akkor még jó, én sem hittem. Nekem akkor még én sem hittem, ezeket megírták szerkesztőt. Nem te, hanem alul tudod, azok a fehér kis szövegek voltak mindig mindenki. Ja tudom, ők felirat bűnözők voltak. Ellapotára hivatkoztak az emberek. Most a következőről volt szó, akkor például az volt, hogy a János nagyon-nagyon élénk fantázia, és összekeveri a rovarokat. Igen, csak egyet elfelejtett a komment. Egy intelligens rovar volt, mert ő ismert az algebrát, derékszögbe szállta a holdra. És erről vannak fotók, vannak videók? Vagy erről nektek... Meg is mutattam, azóta nagyon sok tévé nyilvánosságában, ezt be is viszem. Meg is mutatom, de nem egy sok, tehát és bárki, tehát nem én, hozzám, és a kutatótársaim is. Rögzítünk ilyet rengeteget. Hát tényleg gyere át egy augusztus éjszakán, olyan távcsőben van, szerintem bepisírnél a gyönyörűség. Hihetetlen belegondolni, hogy nem tudom, de szerintem a galaxis végéig ellátnánk vele akkorat, csak még nem tudtam bekapcsolni. Te mi lett volna, hogyha annak idén például Balázst érdeklik a saját műsorában megjelenő témát? Lehet, hogy még utána de is nézett volna ennek a dolog. De látod, hogy konferáltam, hanem voltak erre ezek, ez szerintem az egy... Így... Nem, mert ugye az volt, hogy bejött a vendég, mondani. És közben ment a felirat. És a feliratban ráerősítettünk egy-egy sztorira, csak volt egy-két szerkesztő, aki felirat bűnözött. Mi ezt úgy hívtuk, és olyan feliratokat tett föl, amit nem mint a rohadékok, már kirúgtuk őket. Nem biztos, hogy szabadott volna. De durva. Na jó, hát minden esetre érdekes dolgok. Ez a hold, a tömeges holdra szállásról, hogyha meg tudnál velünk osztani, akárcsak privátban egy ilyen kisebb felvételt. Nagyon szívesen. Akkor annak nagyon örülünk, mert én mondani akartam, hogy veszitek a holdat, mondom, ez nem lehet egy action movie, de hát ezek szerint... Van erről bármilyen videót, fotót, amit át tudsz nekünk küldeni, és meg tudunk nézni? Tényleg? Adhatok e-mail címet, átküldöd. Igen, természetesen. Jó. Ezek fotók, videók? Nem, ez videó például. Videó. Élő, működő videó, tehát még egyszer mondom, tehát nem fikciókról van szó. Nézzük meg. Ennyi. Nagyon szívesen. Jó, ezt küld már el nekünk, léci. Jó? Rendben. Tényleg megnéznénk. Most ez ennek komolyan mondom kíváncsi. De nem értitek? Tehát van 7 milliárd ember ezen a rohadt sárgolyón. 7-es milliárd ember, akiből mondjuk most már 1 milliárdnak van fényképezőgépe. Már videókamerája. Vazek, hogy nincs egy ember, aki ezt fölveszi. De itt van! De nincs, beszélünk vele. Haló, itt van az adásban. Haló, itt ő. Majd megnézem. Ha mindenki úgy gondolkodna, hogy te Rákóczi, még mindig a fákon zabálnák a banántot. Az biztos. Az biztos is a banántotta. Jó, mindjárt visszahívlak egy e-mail címmel, mert nagyon-nagyon... Tényleg, küldj már nekünk egyet. Én akarom, hogy valaki meggyőzzön. Ott vagy kép előtt? Tűz nekünk egyet, mert megnéznénk. Nem meggyőzni, még egyszer mondom, senkit nem kívánok, csak tudjatok róla, hogy van ennyi, de meg tudjuk mutatni. Nagyon, tényleg megnézném. János, láttad úgy, hogy deja vu érzésed lesz azért, azt elkönnyezni. Hát régóta, régen volt az már. Olyan sok sikerműsor van már mögötte, érted? Így van, annyi minden történt azóta, ami sikeres volt. János, köszönjük szépen, vigyázz magadra, beszélünk, ha vannak aktualitások, jó? Köszönjük szépen. Küldd, akkor hívunk az e-mail cím miatt, köszönjük. Kalmár Jánosnak köszönjük szépen, a Magyar Kutatók Szövetségének elnökével. Gyerekek, persze sok mindent lehet mondani, meg azt is, hogy mindenki döntse el ezt, hogy ez most igaz, nem igaz, Gabona kör, de azért, tehát, ha csak abból indulunk ki, hogy 130 ezer oldal titkosított aktát tettek közzé, és azokat tanulmányozott, azért vannak komoly emberek. Ennyi hülye lenne, hogy mindenki megbolondul a hadseregnél? Mindenki hülye? Tehát az az érvünk, hogy mindenki hülye? Hát mi a másik érv? Gondolj már bele, érted? Én ezt nem mondtam, hogy ő hülye. Én rá sem mondom, és az amerikaiak sem. 5000 ember nyilatkozik ebben. Katonák, ezredesek. Figyelj csak, megvannak a pilóták. Hadd mondjak, csak egy példát hadd mondjak. Megvan az amerikai hadseregben az a repülőgép, nem tudom milyeneket használnak, vadászgépet, ahol egy furra kiképzett pilóta a világ legjobb embere ül, és nincs egy olyan rohadt technika, amivel értelmezhető képet lehet az UFO-ról készíteni. Ugye ezt nem mondod nekem, testvérem? Ugye ezt nem? De úgy
mondta, hogy UFO. Egy UFO-ról, hogy repülsz abban a faszott gépben, bocsánat, érted? És nincs nálad egy fényképezőgép, hogy az F-19-es, vagy nem tudom milyen vadászgépben, nincs körbe egy kamera, ami rögzíti, hogy egy homályos vackot, amin egy légy átrepült a izélőt, az a bizonyíték. Tele van az internet felvételekkel, a YouTube-on beütött, hogy hát tele van. Mellette az UFO. Kicsit fölhúztam magam, ne haragudjatok, aha, megnézem. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. Január közepén számlálják a hazánkban terelő ragadozó madarakat. Nagyon helyes. Tudtuk, hogy valami természettudományos probléma lehet megint. Nem akarok madártani intézetet, nem akarok évmadarát. Aha, én csak ezt bedobtam, hogy én, aki tényleg nagyon városi vagyok. Ki a büdös fraszot érdekel, hogy hány vércse? Az tényleg nem. A kivitelezés sokkal jobban. Aha. Tehát Feri, te, mondd meg nekem, aki azért tényleg rettenetesen vidéki vagy, hogy... Aha, várom nagyon. hogy a büdös életben számolnak szabadban élő madarakat? Ez most komoly a kérdés. Tehát jönnek az ornitológusok, egymásba kapaszkodnak, mint amikor ti egy szombat hajnalon mentek hazafelé, aha, vagy mi megyünk hazafelé, élő láncot alkotnak, és elkezdek, ott van egy, ott van egy, elrepült, kirepült, nem sikerült. Igen, és akkor megvan egy, nem és kell végig kapni. Sétálnak a bőrzsönyön? Persze, láncban. Hogy számolnak madarakat, ezt mondjátok meg nekem, de tényleg. Úgy, hogy megfújják a sólyomhívó sípot. Oda gyűlik az összes sólyom, sorba állítják őket, megszámolják, és szabadon eresztik. Nagy tanácskozásra hívják össze az erdő vadjait, tehát nem olvastál meséket? Na, de most komolyan, tényleg. Hát a ragadozó madarak. Igen, érdekel a tudományos válasz, hogy január közepén számlálják a hazánkban terelő ragadozó madarakat. Tessék, ugye ez a tétel, ebből felelsz. Nagyon érdekes maga a felvetés, igen, tanár úr, ugyanis ugye a hazánkban terelő ragadozó madarakról van szó, nem az állandóan itt tartózkodó. Így van, eddig egyen, Ferenc, eddig ötös, most kezdjen a tételről beszélni. Ugye északon hideg van, ezért fáznak nagyon a ragadozó madarak, ide települnek hazánkban. Így van. Aki egyébként nyáron itt lakik, a kerecsen sólyom például, és folytathatnánk, arra ugye tudod, hogy azok hol laknak, mert hogy ez nem egy költöző madár, ez csinál egy fészket, és beleül, és ott van. Tehát azoknak a száma megvan, akik állandóan itt laknak. Az összes olyan, aki albérletet vesz ki télen, az az ide költöző. Tessék! Beszélj. Hát Ferenc, arra ugyan. Jöjjön vissza februárban. Van 2 perc, hogy a tételről elkezdjen valójában. Ez nagyon szép volt, eddig nincs valaki kettes. Tényleg, hogy számolnak madarat? Élő lánccal? Kimegy Józsi, kimegy a másik oldalon Norbi, meg jön Ádám, és elkezdenek egy háromszöget körbe sétálni? Befogják, meggyűrűzik, lemérik, ellenezték. Rádiódot nem szerintem, rá. Itt nincs gyűrűzés, meg befogás. Itt számolás van. Itt számolás van. Hogy számolják meg egy, ezeket a madarakat? Oké, de ez körbe ment, akkor az már ugyanaz, az kétszer jön. Ez körbe, ez nem az volt. Hagyd, engedd el az verébort. Azért behúzom, hát inkább legyen egyet több, mint kevesebb. Hogy számolják őket? Hát csak felismerik, csak lát, tehát a szakember csak lát különbséget két madár között. Na de honnan tudja, hogy azt már egyszer megszámolta? Lefotózza. Megnézi. A fehér cápának is vannak azonosító jegyei, általában nincs két ugyanolyan. Tudod, akik számolják, az lefotózza, és akkor tudja, hogy ennek a, mit tudom én, a szeménél ilyen folt van. Lehet, hogy a kerecsen sólyom is ilyen. Vagy a rétisas. Mi van? A rétisas az lehet, hogy egész éve itt van, csak mondom. Most azt a gyönyörű rendszert, amit fölhívtettem, egy fél mondatot tönkreteszem. Most te ott dolgozol a Madártani Intézetnél, vagy a Természetvédelmi Egyesületnél, és téged kiküldenek ragadozó madarat számolni, akkor te az, ami elrepül a fejed felett, azt nem ismered meg, csak ha a kezedben van. Aha. És ha ugyanaz repül először, akkor ötöt behúzol, egyet behúzol, röptében megmondod, hogy ez ugyanaz a madár, mint amit fél nappal ezelőtt láttál. Aha. Vagy lelövöd, és akkor ja, ne. Ez nem jó. Igen. Na, hogy van? Mondjatok valamit. Hát nem gyorsan is hatékonyan, mert akkor nem telnének ki a 8 óra. Radar? Madárradar van? Halradar van? Van madárradar is? Na, a börzsönyt beradarozod, és akkor egyből meglátod, hogy hány madár. Azt írja, hogy tavaly 563 rétisast számoltak, 220 parlagisast, 3 szirtisast és 7 feketesast. Aha. Na. Biztos az 563? Nem volt még egy a bükk nem, aljában? Nem, az van, hogy egyébként ez különböző tájegységeken jelenik meg csak
és vannak mondjuk ilyen, mit tudom én, etetőhelyek, meg vannak bizonyos, mit tudom én, másik madarak. De honnan tudod, hogy a 483-dik az nem olyan, mint a 280-dik? Na, ez az, amire én azt gondolom. Na, mert most az, hogy vannak élőhelyek, persze, élethelyen, ez élethelyen, az, itt eszik, itt iszik, ezek tudom, mert ezeket mindenki itt tud következni. De honnan tudod, hogy a 26-dik az nem a 280-dik? Mert a halántéka, mert húzza a ballábát. Hát van fiatal sas, öreg sas. Azt ők meg tudják állapítani. A farktól, a hosszúságából. Hülyék vagyunk madárból. Vagy gyerekek, madárból is nagyon hülyék vagyunk. Tehát fából már kiderült, hogy hülyék vagyunk, madárból ott is hülyék van, vagyunk. Nem, mondta, jó, a farktól például. Az egy egyedi azonosító jel a madaraknál. És honnan tudod, hogy nincs meg 10? Mi? Már nem a számát mondtam, hanem a hosszát. Honnan tudod, hogy hiányzik 10? Honnan tudod, hogy az összes megvan? Tehát én számolok, kimegyek és megszámolok 4 galamot. Ja, megszámoltam az összeset, nem tudom, mert nem tudom, mennyi van összesen. Tehát honnan tudom, hogy megvannak a sasok, mehetünk, mennyi? 563, az megvan, menjünk haza. Honnan tudod? Megszám, lehet, hogy az 600 egyébként, de 563-at számoltam. De akkor mi értelme van megszámolni, ha nem tudják biztosan? Mert de ez nem ez egy napos projekt, hogy kimegy, és akkor ma nem láttam, akkor nincs. De basztus, az összes sas megy. De nem arra gondolok. Ha mint tőle, én nem találkozom veled hétvégén, az nem azt jelenti, hogy meghaltál. De nem erre gondolok. Valaki leírta, hogy 563 rétisas. Igen. Na. Tehát az egy exakt szám, hogy 563. Itt valaki abba hagyta a figyelést, vagy nem jött több. Nem vagy jöttem. Az első jött újra, és azt mondja, ez már megvolt, ne írd bele, ne számolj, menjünk haza, megvan. Ugye, hogy nincs rá válasz? Hát valószínűleg felosztották. Hortobágy egy ember, Zalamegye egy ember. Igen, Délalföld egy ember, Észak-Magyarország egy ember. Mindenki saját régióját összeszámolta, beküldték az adatot, összeadták, annyi van. Nem? Ez sem logikus. Hát de miért? Ez se jön ki. Hát nem egy ember számolja az egészet, nyilván van számláló bizottság. Ez mi, van, este találkozunk. Mi este találkozunk. Mennyit láttál? Mennyit láttál, Józsi? 426-ot. Mennyit láttál? 200-at. És ha két halmazból átjárás van, akkor ugyanazt a madarat X-eltűbe is számoltuk? De ez se jó. Átjárnak a madarak? Nem van egy territóriumuk, mit tenni, egy 3 kilométeres kör? Hát én azt gondolom, hogy ez és van egy megye határ, mint a megye matrica, tehát hogy van. Átléptél a megye határ, egy területhez köthetőek, tudják azt nyilván, hogy hol van a fészkük. Ezeknek a madaraknak, na. Tehát, hogy ők nem kolvászolnak, csak nem ugranak át így, hogy hívják egyik megyéből a másikba. Meg hogy, és aztán két nap múlva visszajönnek, azok állandóan ott tartózkodnak egy bizonyos területen belül. Igen, na. És Richelieu írja, erre vonatkozik, hogy nyilván vannak számlálóbiztosok, akik felkeresik. Hát persze, hiszen tudják, hogy itt lakik, jó napot kell. Önök hányan vannak? Pillanat, megszámolom, 4-en vagyunk, 2 fiúk, 6-an vagyunk. Köszönöm szépen, már nem is zavarok. Itt 6-an vannak, és megy tovább a számlálóbiztos. Igen. Az, hogy tudom, hogy van egy terület, ahol ő röpköd. Azt honnan tudom, hogy azt egy valaki megszámolja? De honnan tudod, hogy a madár ott van, nincs ott, nem repült át máshova, mert éppen nem számolod? Hát leül az ajtó elé, és megvárja, amíg hazajönnek. Hát, csak este nem röpköd csak egész nap. Este csak hazajön az a szerencsétlen madár. Hazajön. Tehát a kérdező biztosok és a számláló biztosok letelepednek a fészek mellé, és várnak. Igen, szerintem most szerintem nem mondtál butaság, ez valószínűleg így történhet. Tehát nem ők is mozognak, folyamatos mozgásban vannak, és távcsöveznek. Nem, szerintem ott a fészek környéke valahol ők letelepednek, oda visznek valamit, ami le lehet ülni, és száraz, és talán meleg is visznek. És akkor tudod, hogy az 563 madárnak helyileg hol van az 563 fészke? Szerintem ezt tudniuk kell. Igen, de lehet, hogy ezek házasok 563-on, tehát akkor már mindjárt ugye feleződik, plusz egy-két önálló pár. Azért ezek nem ilyen rajokba repülnek meg, hogy hívják, ezek hatalmas. De mikor van vége a számolásnak? Amikor... Honnan tudod, hogy most kiküldelek ide, hogy Feri, számold meg a kerületbe az összes galambot, soha nem jössz vissza. Hát mikor jössz vissza, hogy te végeztél? Azt honnan tudod, hogy mikor végeztél, érted? Hát galambból több van, mint rétisasból. De most akkor számold meg a szajkó, számold meg a 9. kerületben a szajkókat. Matatnál vele egy ideig. Hát nem mondom el, mondjuk, hogy hol keresem, ugye az rögtön ott nekem baj. De ezek az emberek, akik számolják, ők a vidékben élnek, érted? Azt hiszem, magyar... aki lelövöldözik, őket sorba rakják meg. 563 főnök. Kéne még töltény. Mondja, mit köszél? Hát, hogy ezek, ők a vidékben élnek, tehát ez tudja, hogy tehát azt akarod mondani, hogy értenek hozzá. Igen, hogy amikor kimegy finoman visszadobszod alapot, tehát, hogy értenek hozzá. Kimegy a Hortobágyra, akkor tudja, hogyan az. A nagy tölgyfán, az öreg tölgyfán, a tó mellett lakik 2, érted? Uh-huh. Oda megy, megnézi a fészket, itthon vannak jó. És eljátsza, nem megőrülök, oda teszi a homlokához a kezét. Te most tényleg fölnéztél a fészek. Fölnézel a fészekre, beárnyékolod a szemed. Tényleg fölnéz a fészekre. A nap van, ne sissön bele, érted? 2, beírtam 2, köszönöm, sasok, viszlát. Igen. Mész a következő. Hát ért hozzá, ez kizárólag. Őszintén, kimész, hogy itt a mezőre, a falunak szélére, és azt látod, hogy ott legelészik 30 darab tehén.
tudsz köztük különbséget tenni így elsőre? Azért, meg bocsánat, azért 563 repkedő, helyet változtató rétisas és 30 darab tehén között azért azért egy kicsit nagyobb a különbség. Legalábbis én azt érzem, hogy madár repül, messze van, nem látod, a tehén áll, nem megy sehova és utoléred. Nem, csak szerettem volna egy kisebb problémát felvetni, amivel szintén nem tudnál megbirkózni. Na, viszont az, aki ott lakik abban a faluban, kimegy, és megmondja, hogy ez ezé, ez azé, ez a 19-ben, ez a Marikájé, ez meg itt a Terié. És simán megmondja. Na, a madarász minden nap találkozik. Így van. Mire megy a sas? Mit teszik a sas? Dögöt teszik, vagy élő állatot kap el? Szerintem is. Is? Is. Mert az ugye az jó, hogy a élelemmel csalogatod, és akkor az odajövő sasokat összeszámolod. Laikus. Meglehetősen laikus. És hogy közel legyen... Elkezdesz egy fél nyulat lengetni a fejed fölül, és oda jönnek a rétisasok. Nagyon jó, mert az ráadásul... Most már elvárosiasod fel azért, te is erős. Fölemeled a sast, és futsz vele, vagy a ízét a nyulat, és futsz vele a mezőn, mert akkor le is csap rá. Maximum a villámcsap beléd, igen. Fussál, Feri, fussál, számold a sasokat. Nézd a hülye dorfutódat. Elküldenének számolni, ők meg szépen megszámolnák. Hát én láttam tegnap, hogy tegnap előtt egy természetfilmet, például, mit tudom én, ilyen kamu teknős békákba rejtettek kamerát. Kimegy a madarász, hatalmas nyúlnak költözve a mezőre, ott rohangál föl alá, érted, rácsapnak hárman. Tehát, hogy időről, érted, oda repül majd egy rétis, és megpróbálkozik vele, hogy felkapja a 90 kilós madarászt, nyúlnak költözve, nem sikerül neki, de meg tudja számolni. Nem győztetek meg, srácok. Ezzel abszolút nem győztetek meg. De miért a válasz, hogy te felvetsz egy kérdést csak azért, hogy bebizonyítsd, hogy mi vagyunk a hülyék? Mert ez a műsor, ez így van kitalálva. Én kérdezek, ti nem tudtok. Én kérdezek, és aztán bebizonyosodik, hogy nem tudtok válaszolni. A kutyafáját egyes gyerekeket. Sajnos egyes. Meddig figyelnél például egy fészket? Én nagyon szívesen kimennék madarat figyelni. Én megnézném, hogy ez valójában tényleg hogy zajlik. Engem minden érdekel, amit én nem tudok. Tehát én elmennék madarat számolni valakivel, aki elmondja, hogy ez itt fészkel, ennyi tojást rak, itt lakik, ide költözik. Na, én csak addig szeretnék élni, szép hosszú életem lenne, amikor te majd kimész majd madarászkodni. Egy lényeg, el lehet venni kocsival a fészek alá. Gyerekek, ha a kocsival meg lehet állni, ott vagyok. Ha 600 méternél többet nem kell sétálni, nagyon szívesen megyek. Komolyan nagyon szívesen kimennék csak. Csak. Be lehet-e menni, igen, a tájvédelmi körzet autóval. Madarász uram, itt van a lista, nézze csak meg, parancsoljon, itt van a csak. Van-e oda földút, betonút, ha megy a kocsi, akkor megyek én is. De mit kell szélem mondani? Nem is tudod, mit kezdjél. Ja, de hogy nem, hogy ugye... Te paraszt. Te buta paraszt. Mi nekünk azt se tudod, hogy mire vagy kíváncsi, te buta paraszt. Hát én kérdezek erre, te se tudod, mit akarsz kérdezni. Hát hogy akarsz így felelni madártamból? Hogy felvetődik bennünk buta parasztokban a kérdés, hogy meddig figyelsz egy fészket? Honnan tudja, én csak egy buta proli vagyok. Egy ilyen egyszerű kérdés, hogy hogy számolják a madarakat, se tudtok válaszolni. Komolyan nem is értem, miért ülök. Mert mi van a fészek elhagyókkal? Találsz jó egy a kérdés, fészket, ez már tetszik. Találsz egy fészket, igen? Amiben azt gondolod, hogy a parlagisas lakik. Visszajön. Igen. És ott ül szaladta. Ha mondjuk egy hétig nem jön a parlagisas, akkor elment rokont látogatni, külföldön van, stb. Vagy nem lakik már ott. Vagy elpusztult szegény. Igen. Tehát aki figyeli a fészket, az tudja, hogy mikor jön vissza. Hát ott ismerni kell a rendszerességét a sasnak. Nagyon egyszerű egyébként, hogy annak a sasnak a neve mellé beraknak egy kérdőjelet. Na de akkor hova teszed? 563-ba? 563. Ja. Mindig a mondat mögé. A kérdőjelet mindig a mondat mögé teszi. Az nem fura. Gyerekek, engem ebben az érdekel, hogy tulajdonképpen ez is itt történik körülöttünk, és az ember mégis mennyi minden nem tud a világról, ami körülötte zajlik. Tehát ez 50 kilométerre tőled zajlik, 100 kilométerre, és hogy mennyi minden van, amit még nem tudunk. Nem, ez az egész arról szól, hogy te minden egyes nap, minden adásban sziszifuszi erőfeszítéseket teszel, hogy bebizonyítsd, hogy mi nagyon hülyék vagyunk. De te legalább bevallod. Gyerekek, én azért vagyok itt, mert van egyfajta nyitottságom a világra. Kérdezek. Sajnos két olyan ember elülök itt, akik semmilyen kérdésem nem tudják. Nem, tudom, a te sajnos semmilyen kérdésem nem tudjuk a választ. A te kérdésének hát a 90%-a az az, hogy és ez kit érdekel. De nem, komolyan mondom. Kocsányos tölt, kit érdekel? Na hát a kocsányos tölt, dögunalom. Fostos bugybóka, kit érdekel? De hogy ezeket a madarakat vannak emberek, akik megszámolják, ez számomra szimpatikus, ez nekem tetszik. Aha. Tehát, hogy van egy hivatás, hogy te madárszámoló vagy a Madártani Egyesületnél, és kimész, és valójában tényleg tudod, hogy hány madár röpköd a fejed fölött, ez szerintem nagyon érdekes. És amikor eljön az idő, és egy ilyen madárszámláló kimegy, és egy bizonyos fajta madárból nem talál egyet se, igen, akkor azt mondja, hogy kihalt? Na,
holott még lehet, hogy megbújva a vértesben van egy pár. Jaj, ne okoskodjál már, most próbálsz meg itt érted. Hát mi? Az vagy, ami Feri, az egy idős bunkó, az nem gond, csak baj, eszembe jutott. Feri, ez már nem kettes, ez már nem görbül, sajnos. Tehát hogy van, én vagyok a vidéki bunkót, el meg a proli bunkó. A buta paraszt, vagy én meg a buta proli. Most rám haragudtok, hogy kérdezek valamit, amire nem tudjátok a választ. Tessék olvasni, és tessék ezeknek a kérdéseknek utána. Nehoz is hülye vagyok, hogy haragudjak rád. Hát most mit csináljak, ha ti átsiklotok az ilyen hírek felett, hogy január közepén számlálják a hazánkban telelő ragadozó madarakat, és ezen fél óráig melózom agyban, hogy hogy a francba számolják ezeket a madarakat. Nyitott vagyok a világra, vannak még kérdéseim, ezeket felteszem. Hát ha ti nem tudjátok megválaszolni, most ne rajta mérjétek ki a frusztrációtokat. Ja, ráadásul még ez is. Nem vagyunk a betegek. Jó, köszönöm. Tehát most komolyan mondom, nem értem. Egyre dühösebb. Zavaros, buta, paraszt, illetve proli. Egyre dühösebbek vagytok, holott én csak egy nyitott műsorvezető vagyok, aki mer kérdezni. Hát most gyerekek, van egy madárszámlálónk. De már nem úgy értem, hogy nyomkodom, és egy-kettő, digitális vagy adalok. Nem tesz Stuart ezek, amit nyomkodnak. Mit mondtál? Ne akarja bennünket megvezetni. Hagyja. Nem, tényleg van valaki jelentkezett, aki madárszámláló. Hogy most ez kiegészítő ez foglalkozás, ez vagy ilyen. Ez van a névjegykártyán, hogy madárszámláló, nem tudom. Soma itt van velünk. Halló, jó reggel. Sziasztok. Elég rosszul hallott téged, mert vonaton vagyok. Mindjárt szállok. Persze, madarat számlálsz vonatról. Mi? Van vonatról, üdvözöl egy rét is. Az. Örülök, hogy bejelentkeztél, legalább tényleg valami értelme van ennek a megszólalásnak, hogy mit humorizálunk, hűlünk, meg szívjuk egymás vérét, de közben valójában tényleg kiderül, hogy hogy számolják a madarakat. A túlzási madárszámláló vagyok, én felsőbbben lakom, és van egy társaság nálunk, akiknek ki van osztva az országos szinten, ilyen körülbelül 2,5-2,5 kilométerekre van osztva ország, és ezeket ki vannak rendelve emberek, akik határozott időben, egy bizonyos napon, bizonyos órán belül bejárják körbe ezt a 2,5-2,5 kilométeres négyzetet, és ott felírják, hogy milyen madarat látnak, hány darabot, ez persze pontosan, illetve van egy olyan kis adatlapjuk, amin bejelölik, hogy északi tájolás szerint körülbelül a megfigyelési ponttól, ez a négyzeten belül vannak megfigyelési pontok, hány méteren belül vagy kívül láttak hány darab, milyen típusú madarat. És persze ez bekerül a végén egy közös adatbázisba, és ott összesítik. Soha nem lesz ez pontosan egyértelmű, de minden madár valahol van. Neked be kell jelölnöd azt például, hogy merre repült ki a te négyzetedből a madár? Mert és fejjük oda, Józsi átment hozzád, ezt már megszámoltam. Én madaram. A megye határán át kiabálsz, hogy át már nem megyek, mert matrica van, de tiéd Józsi, kapd el! A törött szárnyú. Én elmondhatom, hogy mivel amatőr vagyok, hogy azért általában bejárjuk egy 4-5 óra alatt, itt az első pár órában sokkal fontosabbak az információk, mert a január első napjában vagyunk, elég hideg van, és így kell vinni valami védőital is. De igen, ez úgy van, hogy nagyon fontos, hogy a megfigyelési ponthoz képest 50-100 méteren belül van ez a madár, vagy kívül, milyen irányban, mert gondolom ezeknek a négyzeteknek az átfedéséből azért már tapasztalat szerint van valami, gondolom, program, ami kiértékeli, hogy azért lehetőleg ne legyen duplikálva két ilyen területen ugyanaz a madár, vagy legalábbis kis százalékba fogja. Értem, ez a legjobb meló. Bemész, látsz, amit repülni, beírsz egy számot, hazamész. Hát ez... Megdobok közben egy feles, de egyébként szünetmentes. És közben kicsit lerészegetteket. Na, még biztok is. Egyébként szünetmentes áramlásokkal foglalkozok, úgyhogy most lehet, hogy valaki megszáfolja ezeket a híreket, de itt felsőgöd határában így csináljuk évente, kétszer májusban megjön. Mi van, ha nem ismered fel a madarat? Látod, hogy repül, de nem tudod, milyen madár. Akkor odaraksz egy repülő madarat, lerajzolod, és egy kérdőjelet rajzolsz mellé? Vagy mit csináltok akkor? Nem, erre jó esély van, mert én nagyon nem jöttek a madarakhoz, távcső, és van azért köztünk olyan ember, aki tényleg a madárt, ami intézett neked, ezt ezer éve csinálja, ért hozzá. Én néha meglepődök, hogy hang és nagyon távoli kis repülés hajtából, a szájncsapkodásból, mindenből megmondják rögtön. Na de ő nincs ott melletted, hát amikor rajzolni kell egyedül, vagy nem? Vagy ott van mellette? Nem. Hát mivel ez évente egyszer-kétszer van, ilyenkor 6-8-an összejövünk, és mondjuk az egy kicsit nehezebb, mikor egy rajzfelszáll és ilyen 100 darab madár körül van, szóval satszolni lehet csak. Rajzolj, Józsi, rajzolj! Nem, igen, csak egy pontot rajzolunk, körülbelül hány darab. Aha, hát ott az nehéz lesz. Figyelj, és tényleg nem tudtak otthon a feleségeknek mit mondani, hogy elmentek közösen inni? Tényleg kell ez a madárszámolás? Igen, ez az egész alibi duma, mint a madárszámolás, hát ez igen. Ezzel már túl vagyunk, a bukták megvoltak, úgyhogy ez már nem program. És mi volt az utolsó madár, amit felismertél, arra emlékszel? Persze, a dolmányos varjú, azt mindenki felismeri, hogy a sima varjú. Na, mondjad a dolmányos varjú jegyeit, Balázs.
Hát fekete. Is. Egyébként tök úgy néz ki, mint a normál varjú, annyi, hogy a mellé látsz, hogy ilyen szürke folt, és sokáig azt hittem, hogy vedlenek télen a varjuk, az ilyen foltosak. Hát kiderült, hogy az a dolmányos, mert egy mellé van rajta. Ennyi a különbség, hogy körülbelül nem teljesen fekete. Könnyebb azonosítani. Akkor te ezért nem kapsz fizetést, tehát ez egy hobbi jellegű dolog tulajdonképpen. Persze, persze. Uh-huh. Hát aztán, akivel én megyek, az mit akarsz le pénzt, azt meg nem akarom tudni, akkor ez, hogy megharagszok rá. Aha. De. Na jó, de legalább akkor valami képünk van erről, hogy ez hogy zajlik. Érdekes, szerintem. Uh-huh. Köszönjük igen. Szépen, Csoma, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Jó munkát neked, ciao. Madárszámláló. Hát, ez se lehet egyszerű. Megvan az alibit hétvégére, Feri. Bizony. Majd jössz az a kis papíroddal, seregé X. Dökkesejű 10, fröcs 20. Igen, orszarvú 3. Feri, nagyon bevaltálunk. Nagyon megalakultatok. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Itt van velünk Szújó Zoli. Zoli, jó reggelt kívánunk! Hello! Zoli, jó reggel! Gyerekek, már megértem a fölkelni. Szevasztok! Hello! Srácok, hogy vagytok? Nagyon jó a Bee Gees, mondtam már ezzel. Na, ugye, figyelj! Magasra a kezed, tekerd meg! Föl a konyhaasztalra! Ugye, hogy jó? Dobd el ezt a sportot és a mamusz! Mi van rajta? Köntösbe vagy? Nem, pizsamában még. Pizsamában a köntös levettem az előtt. Kis pizsiben otthon ősz. Mi van rajta? Mi a mintája a pizsinek? Főleg szépen keresztbe csíkos, fehér, bordó és kék. Nagyon. Elmondd már. És van egy kis mamuszod is, hogy ne fázolnak kis lábacskát? Most papucsban vagyok, de nem húztam azok, még lehet, ezt még gyorsan fölrántom majd félkézzel a telefonálás közben. Egyébként, ha már a színeknél tartunk, senki nem mondja olyan szépen, hogy piros nyílt, mint Feri. Ugye? Ugye, hogy ugye? Hát már, mit, hogy... mit tudnak végre ezek a srácok, igen, ezek a gyönyörű autók? Egyébként mondom neked a megfejtést, ugye jelvénycsere volt az autó oldalán, eddig a Fiat csoport, és igen, most az Alfa Romeo. Ne, de hogy? Az ne, van rajta gyönyörű. Hát, mit miért? Hát mert a profizmus az... Rosszómen. Rosszómen ám a keresztanyád, az volt a Rosszómen, amikor nevet adott ennek a dolog, Alfa Romeo, érted, az oldalára így néz ki, és láttad a festését? Az a fekete vonaloldalt, Zoli, gyere már velem! Hogy tényleg, néz ki? Tényleg vagány, tényleg nagyon szép, bár azt mondom, hogy az idei autó közül nekem már megint a McLaren tetszik a legjobban, mert tényleg egész autó. Igen, de valóban a Ferrari sem csúnya, és az hála Istennek azért ezek a csúnya orr részek, ezek eltűntek, mert módosították annyiban a szabályokat, hogy ne legyenek ezek a lépcsős orró kiképzések ott az autók elején, és valóban esztétikailag is szebbek lettek. Szóval azért ezek az autókra már jó ránézni, és ha megnézzük a teljesítményüket, bár az első tesztből azért van sok mindent, nagyon alapos következtetéseket nem lehet levonni, de azért ezek az autók gyorsultak nagyjából 3 másodpercet tavalyhoz képest, a tavaly ilyenkori állapothoz képest. Tavaly a McLarennek Kevin Magnussen 1.23-3-at ment emlékeim szerint, talán valami ilyesmit, most 1.28-tal nyert Kimi Räikkönen, tehát szűk 3 másodpercet gyorsultak az autók tavalyhoz képest. Ez egyébként teljesen természetes, mert ugye tavaly volt a nagy szabályváltoztatás a Forma 1-ben, új motorok érkeztek, meg hibrid meghajtás, meg minden, és azért szofisztikálódnak annyit ezek a megoldások, hogy rengeteget fognak gyorsulni. És ugye azt is megfigyeltük, hogy az első tesztekhez képest is rengeteget változnak, még az autók meggyorsulnak, majd az első futamig Ausztráliáig a szezonnyitóig. De Merci a fő esélyes továbbra is, nem? Azt olvastam. Továbbra is, igen. Ugye nagyon érdekes, mert valóban a leggyorsabb, kicsit megnéztem itt a köridőket, a leggyorsabb 5 autó közül 4 a Ferrari erőforrást használt a Jerez-i tesztben. Ugye Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, aztán 4 napból 3-an valamelyik Ferrari volt
volt a leggyorsabb, és nyilvánvalóan elkezdtek bizakodni a Ferrarisok, és erre egyébként minden okuk megvan, de azért kezeljük ezt fenntartásokkal, mert hogyha egy picit belemélyedünk abba, hogy hogyan teszteltek Jerezben az autókat, tudni kell, hogy az első teszt az soha nem az időeredményről szól. Rendszereket kell kipróbálni, fejleszgetni, megnézni, hogy fogyaszt az autó, minden más. Tehát hogy össze-vissza mennek a beállításokkal, ráadásul adott esetben aerodinamikai mérőeszközök vannak az autókon, amik hát finoman szólva nem a jó irányba viszik el az autónak az aerodinamikai viselkedését. Szóval, hogy mentek, hogy teszteltek. A Ferrari, és ez egy érdekes adat, soha nem ment 10 körösnél hosszabb etapot, vagy talán csak egyszer-kétszer. Míg a Mercedes 30-40 kör alatt nem hagyta abba a körözést. Ha egyszer kiment Rosberg vagy Hamilton, akkor 30-40 körön keresztül ott volt a pályán. Ugye mi következik ebből? Több üzemanyagot kell tankolni az autóba, az tehát nehezebb, így aztán vélhetően lassabb. De azért az egy üzenet volt a többiek számára, hogy a Mercedes kiment az első napon, tehát az első teszt első napján, és csinált egy 157 körös etapot. Az dermesztő azért, miközben a te saját autóddal mész 4 kört, és aztán vissza kell állni, azért az ijesztő. Tehát 157 körön keresztül mentek, tulajdonképpen technikai hiba nélkül, azért itt felszaladtak a szemöldökök, hogy úristen, a Mercedes megint borzalmasan megbízható. Mondom az összesített teljesítményt egyébként, Rosberg és Hamilton a 4 nap alatt 516 kört ment, a többiek, az őket követő csapat is megállt 400 kör alatt. Tehát ennyivel többet tudott gurulni a Mercedes. Mert nagy a baj, tudod, kell próbálkozni. Nagy a baj. Mit tudunk még javítani, gyerekek? Menjetek már még egy kört, hogy akkor most pályán marad-e az autó. Szóval akkor a Ferrari talált egy olyan szegmest, amiben ők voltak a legjobbak, de egészébe véve meg... Ezt a szegmest úgy hívják lejtő. Ja. Amikor lefelhet a pályán. Mindenkinek ugyanúgy lejt. Zoli, te mint egyébként a sporták nagy ismerője, szeretője, nem örülnél egy olyan szezonnak, ahol a Merci megy 520 kört, a Ferrari megy 519 kört. De olyan unalmas volt 4-5 éven keresztül nézni a Red Bull hegemóniáját. Most itt van a Merci, tök jó, de hogy effektíve nem lesz kérdés. Tehát annyira jó lenne tényleg, ha egyszer egy olyan futamnak, vagy olyan szezonnak mennénk neki, ahol még csak azt se tudnánk megmondani, hogy melyik csapat igazán esélyes. Nem? Ez volt tavaly. Igazából ez volt tavaly, ha belegondolsz, mert ott ugye olyan gyökeres szabályváltoztatások voltak a formájban, hogy senki nem lehetett tudni, hogy ki hogyan talál be. A Mercedes beletalált. Na de aztán két futam után eldőlt, hogy bőven a Mercedes a leggyorsabb. Nagyjából igen, és ez azért nagyon talán nem is fog megváltozni valóban, ahogy mondtad a felvezetőben. A Forma 1-nek az alap mérnöki logikája egész egyszerűen nem mond más, csak azt, hogy egy ekkora ilyen mértékű dominancia nem tűnik el egyik évről a másikra, ha nincsenek gyökeres alapvető szabályváltoztatások, már pedig most 2014-ről 15-re nincsenek. Illetve a másik oldalról egy olyan komoly mélyponton levő csapat, mint a Ferrari, sem támad föl egyik szezonról a másikra. Ezzel együtt egy erős Ferrari azt szerintem mindig is kellett, hát többször elmondtam, akár itt nálatok is, hogy egy jó Ferrari, de szüksége van a Forma 1-nek magára, ez nem kérdés. Illetve arra a kiegyenlített teljesítményre, amiről beszélt Balázs, hogy legyen ott 6-7 pilóta, akinek esélye van a futamgyőzelemre. Hiszen ne fette, tavaly mi volt? Azt a három versenyt, amit nem mercisek nyertek meg, mindössze hármat, azt ugye Daniel Ricciardo húzta le, és hogy tudtunk örülni annak is, hogy talált egy új sztárt a Forma 1. Mi van az én kicsi Alonzommal? Én annyira drukkolok neki komolyan, ilyen tehetséges pali, ilyen hányatott sorssal komolyan, hogy a kihúz 6 évet a Ferrari-nál, nem támad föl, átmegy most egy olyan csapatba, ami nem tud, az se fog föltámadni. Én úgy drukkolok neki, hogy még összejön egy világbajnoki cím, annyira megérdemel, ezért klasszisokkal jobb, mint a legtöbb, tehát szerintem az egyik legnagyobb klasszis. Tudott menni három kört az alanyi nyomorúságos autóval, szegénykém? Ezzel nehéz ütökezni, hát egyelőre szenvednek igen a hondások, azért ugye most állnak be ebbe a játékba, de figyelj, maradva a Ferrari-nál. Mi van, hogyha a Ferrari mégis magára talál, mégis összeraknak egy autót, mégis bajnok is érsebb, hogy megvan, ott van a pályán. Csak szép lesz, hanem jó érsebb. És megy, mint az állat, érted? Na, és akkor... Fernando Alonso üldögél a pályájája fölött, és veri a fejét az asztal, hogy nem hiszem el, hogy megint eljöttem. Hát azért a Hondának nyilván ugye új beszállóként mindig sokkal nehezebb a dolga egy csapatnak. Nagyon fontos egyébként azért itt a holt szezonban is mentek, vagy mennek a diplomáciai csatározások a Forma 1-ben, és a Hondát nem akarták engedni évközben fejleszteni, aztán nyertek egy nagyon fontos ilyen diplomáciai összecsapást, és ők is fejleszthetnek szezon közben. Borzasztó bonyolult a képlete annak, hogy a 32 darab zsetont, azt hogyan használhatják fel a csapatok fejlesztésre évközben, de a lényeg, hogy most már ők is folyamatosan dolgozhatnak az autón. Figyelj, hát az a nagy kérdőjel a McLaren Honda. Egyrészt ízlegessük ezt a
összetért, tehát McLaren Honda, hogy fölrémlik az 1988-as 92-es időszak a Forma 1-nek, Senna Prost, amikor tényleg rommá verték az egész világot, gyönyörű, piros-fehér. Piros-fehér klasszikussá vált autóval, így, hogyne, persze, a Senna a sárga sisakjában, fehér és piros színben, ilyen Marlboro felirattal, ugye még talán a végén az volt. 35 éves kor fölött szerintem mindenkiben megmozdít egy gyermeki élményeket ez az emlék. Nekem is még nagy kérdés, hogy miért nem lett piros-fehér. Hát nyilván tudjuk azért, mert más a szponzor, hogy miért nem lett piros-fehér a McLaren, de mondjuk el tudtam volna képzelni, hogy egy kicsit jobban köszönő viszonyban van azzal a McLaren. Ez a McLaren Honda óriási sikerek, most a japánok visszatértek, és akkor föl kell neki építeni valamit gyakorlatilag a nulláról. Mondjuk az szerintem előny lehet számukra, hogy Jenson Button, hogy egyrészt dolgozott már a japán mérnökökkel meg a Hondával, tehát ezt a fajta munkakultúrát már csak a felesége révén is ismeri. Azt mondtam, hogy Button megházasodott? Tényleg? Igen, jó döntésnek tűnik a kis lány. Nem szólt. Jó döntésnek tűnik a lány. Nézegettük. Igen, valamit jó döntés. Nagyon tud. Jó döntés. Helyes kis csaj. Modell egyébként, hogy az volt, és Jessica Michibatának hívták, most már Jessica Buttonként található meg minden hivatalos papíron. Ja, szóval Button ismeri a japán munkakultúrát, dolgozott már a Hondával, és azért ez mindenképpen előny lehet akár számára. És ott van valóban az a Fernando Alonso, akinél jobb, nem csak pilóta, meg komplexebb versenyző, de jobb tesztpilóta sem nagyon van a formájában. Nagy kérdés, hogy mit tudnak ebből kihozni. Borzalmasan nehéz évük lesz az első, azt arra azért fel kell készülni. De ha valaki alapjában véve jól kezeli ezeket a helyzeteket, azt és nem vagy rálára tudja venni a csapatot, az talán pont Fernando. Hát ugyanakkor nem egy könnyű természet, szóval minden azt olvassa az ember, hogy azért így nem egy könnyű pali. Tehát, hogyha nem jönnek a sikerek előbb-utóbb, azért ott is lehet, hogy lesz egy kis frusztráció. De hát az a nagy ágyúknak, meg a nagy sztároknak ez is az egyik tulajdonsága, nem az igazi művészeknek, hogy néha kicsit kiszámíthatatlanul viselkednek furcsán. Egyébként meg valóban, amit csinált a Ferrarival, és amit kihozott abból az autóból, az szenzációs volt. Az elmúlt egy évben nem történt más, mint volt egy romhalmaz Ferrari, de az Alonsoval mindig ott állt a dobogon. A pali mindig ott volt valahogy, nem? Te harmadik, második, negyedik, harmadik, peskő, locsolás, és valahogy mindig pontokat gyűjtött egy ilyen romhalmaz. És hogyha tehetséges lenne, azzal a jó autóval még nyert is volna. Bizony, szemétlen volt jó autója, hát egy romhalmaz volt. De most legalább szép lesz, majd mindenki mondja, hogy Istenem, hogy mutat azon a tréleren. És amikor kizsúlyat alatt a terem, akkor a lakonikus nyugalommal kikászálódott, szerzett egy poralótot és lefújta. Ő nagyon megérdemelné, tényleg. Tehát ő legalább csak azért mondom, mert ő az egyetlen Forma 1-es pilóta, akinek a sisakja fölmenne a fejedre. Bajba lenni. Egy picit, igen. Ütni kéne az felülről, igen. Na, és akkor most hol lesz a Forma 1? Most akkor átmegy az MTV-es Sport TV-re, vagy még maradtok az M1-en, vagy mi lesz? Mi a Dunán kezdünk. A Dunán kezdtek. Igen, ugye március 13 az egy pénteki nap, és a szokásainknak megfelelően adjuk már a második szabad edzést is felvételről, méghozzá a Dunán majd este, aztán pedig 14-én szombaton reggel időmérő, vasárnap 15-én pedig futam, de mondom még egyszer, már a Dunán egészen július, tehát 7-5-éig, mert aznap indul a sportcsatorna, és akkor átkerül arra természetesen. És most a Duna lesz majd a fő csatorna, ugye azt olvastam, hogy az M1 lesz maga a hír műsor, tehát a Hír TV-nek megfelelően lemegy, és akkor a Duna lesz a fő csatornája a közszolgálatinek. Duna lesz a fő csatorna, de minket ez a sport szempontjából mondom csak fél éven át érint, mert aztán mi szépen átköltözünk az M4 sportra. Aha, és akkor nem is lehet nézni csak az M4-en a Forma 1-et? Igen. De hát ez egy országos terjesztésű... Ja, hogy ugyanúgy lesz az videó. Persze, ugyanúgy, tehát, hogy ugyanúgy, mint az M1, tehát benne lesz a minden alapcsomag. Ott terjeszkedik tovább a Szújó Média Birodalom, Szújó Holding. Tenden építgetjük. És mi lesz? Futball? Olimpia, gondolom. Futball, Forma 1. Azok a tartalmak, amik az MTV a képernyőin voltak, ezek természetesen fellehetők lesznek, vagy megtalálhatók lesznek ott. És igen, hát a következő nagy menet az a egyrészt a 2015-ös vízes világbajnokság, ugye Kazányban rendezik, az már például sportcsatornás, jövő nyár második felében, és aztán 2016-ban meg van egy foci EB, meg van egy olimpia Rióban. De hát ne szaladjuk annyira előre.
Jaj, de jó lesz, megint lesz olimpia, megint lesznek egy órás monologizálásaid a laptop felett. Jó volt, hát de milyen ügyesen beszélt egy órát. Ne, várján, én az olimpiában azt szerettem, hogy három napig nem volt az Oli, érezték, hogy baj van, aztán megérkezett. Van. És onnantól kezdve szegényként szinte ugyanabban az ingben, bármikor oda kapcsoltam, az Oli ott ült egy laptop felett, és nagyon mondtam, hogy Isten, legalább adjatok neki enni valamit. Bármikor kapcsoltam, Zoli volt a tévében szegény. Technikai szültek, hogy Zoli! Volt sportértéke valóban, fizikailag is. Amikor reggel zártak a stúdióba, és éppen a kiengedtek onnan. Hát konkrétan azt láttam, hogy beköltöztél. Tehát három napig, négy napig nem voltál, rájöttek, hogy picit baj van, megérkeztél, és onnantól ez a három hétig egy ilyen infúziós állványt láttam néha mellettet, ha a kamera rosszul svenkelt, azt is kicsit tágabbat adtak, akkor benn volt az állvány, amint kaptad a sósvizet. Egyébként az első pár nap az azért maradt ki, mert pont akkor volt a magyar nagydíj, és ahogy leintették a Forma 1-es magyar nagydíjat, mentünk a repülőtérre a Hungaroringről. Még jó fejek voltak a ringesek, mert megengedték, hogy lezuhanyozzak ott valami hátsó garázs mögött, és akkor onnan mentünk ki a repülőtérre, és Szilágyi Áron olimpiai érmét például, aranyát, azt még a reptéren pont az olasz tévéseken néztük, hogy egy olasz ellen vívott és nyert a döntőben, úgyhogy az még a repülőtéren volt meg, és akkor aztán éjszaka megérkeztünk Londonba. Igen, az elég szűrű. Nagyon jó. Az olimpiai közvetítések defibrillátora voltál. Újraélesztetted azt a csatot. Jaj, jó, ha indul a futam, előtte beszélünk. Jó, Zoli? Vigyázz magadra. 15, igen, azt kell megígézni, hát ezt nekünk elég könnyű lesz, mert hát be van kódolva ez az időpont, de valóban Ausztráliában indul. Ugye nagy kérdés, hogy például a német nagy díj lesz, mert most azért kicsit megy a... Azt hallottuk, hogy ez veszélybe kerül, hogy ez magyar szempontból nem biztos, hogy baj, nem? Sőt, finoman szólva, hát igen. Akkor előlünk kikerülne egy futam közvetlen előlünk, akkor azért az talán látszódna a jegyeladásokon is, meg a vendégek számában. Bár a Hungaroringen azért, hála Istennek, nagyon szépen néznek ki a lelátók, ellentétben például Hockenheimben, ahol gyakorlatilag tök üresek voltak a Forma 1 alatt, és ezt elégelte meg Bernie Ecclestone. Hát a német dolgot az is bonyolítja, hogy ott elvileg a Nürburgring és a Hockenheimring felváltva rendezni a futamokat, de komoly bajban van jelentően mind a két cég. De azt el tudjátok képzelni, hogy egy Mercedes világbajnoki év után, ott van Rosberg a Mercedesnél ráadásul, ott van egy Vettel, aki most átigazol a Ferrarihoz, és a német szurkolókban azért ez a kombináció valamit meg kell, hogy indítson. Hogy valaki néhány világbajnoki címmel a zsebében a szenvedő Ferrarihoz megérkezik, és aztán esetleg elkezdődik. A régen szenvedő. Régebben szenvedő Ferrarihoz. Nagyon szép, igen. Szóval azért azt nehéz lenne elképzelni, hogy a német majd mindezek ismeretében kimaradjon a versenynaptárból. Hát de nem Börli bácsi zsebéből, nem pont a németek vették két szabad szemmel, eléggé látható összeget, és nem ez Börli bácsi bosszúja, hogy akkor azt mondja, hogy hát biztos, hogy lesz nálatok nagy díj, nem? Arra a 100 millió euróra, amit igen, peren kívül így megegyezett hirtelen, hogy mégsem kerüljön börtönbe 90 évesen vesztegetés miatt. Igen. Nem lehet, hogy ez most egy olyan húzás, hogy akkor igen, kicsit, akkor most érezzétek, mi van, ha nincs futam, mert nem visszük oda a Forma 1-et, nem? Jó helyen kapizsgált, tehát valószínű, van összefüggés a vesztegetési botrány is most a német nagy díj körüli balhék közül. Azt sem tartom elképzelhetőnek, egyébként a német pályák valahogy összezártak, és akkor Ecclestone próbálják meg kellemetlenet helyzetbe hozni, de hát Ecclestone azért, őt ez érteti, hogy ezek a helyzetek értetik az öreget, hogy most 84 éves, zseniálisan pókerezik meg, backgammonozik mind a mai napig, tehát ha ezek nem lennének, akkor ő nagyjából kiszállna. Meglátjuk, hogy mi lesz a hát láttam a lányokat, már kiházasították őket, hát megalapozott a jövőjük. Szóval, hogy ők is egy szabad szemmel nagyobb látható összeg felett rendelkeznek, és ugye a lányok úgy vásárolgatnak a Loire-menti kastélyukat, meg nem tudom, miket döbbenetes egyébként, tehát felfoghatatlan, hogy ott micsoda birodalom van egyébként. Ne kelljen nélkülözniük. Hát ne, hát meghúzzák magukat, igen. Néhányan vannak itt a stúdióban, akik szívesen kezdeményeznének egy örökbefogadást, ha esetleg egy fiúra is szüksége lenne. Mondd meg Börninek, én szólítom papának. Én bárminek. Ezen nem újjon. Zoli, csörgünk, vigyázz magadra, jó? Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy hívtatok. Szóval Zoli, köszönjük. Csáó. Köszönjük szépen. Csáó, csáó. Miért van az, hogy amikor arról van szó, hogy én alszom pizsamában, akkor darabokra szedtek, amikor meg a szújóról derül ki, ugyanez, akit jó fesketek, meg cukiskodtok. Miért? Ha jó, az neki jól áll, tudod? Tehát, hogy ja. A szújó macinak már szüksége van erre. Jó a kérdés egyébként tényleg, hogy ez valahogy elkerült a figyelmemet. Én miért vagyok ciki, ő miért menő? Mm-hmm. Hát van pizsamából is ciki, meg van pizsamából is menő.
Tehát, hogy, és hogy, nem csak a pizsama az oka, ha érted. Tehát, hogy ott még azért lehet fokozni. Attól függ, hogy milyen a pizsamád, vagy milyen az ő pizsamája. De ha az én pizsamámon mondjuk ágaskodó paripák vannak, akkor már nem rossz, mert az a Ferrari jelet. Piros alapon fekete paripa. Akkor szerintem nagyon menő lábra vagy. Akkor szerintem te vagy a legmenőbb pizsamás csávó a világon. Na jó, akkor veszek egyet. Soha nem értettem, hogy palik miért alszanak pizsamában. Figyelj, kitelepüléseken egyébként, amikor ilyen hotelokban vagyunk, akkor nem szoktam felhúzni. Otthon húzod fel? Otthon nem. Van, igen. Na hát akkor, de ott akkor mi? Jó, de a hotelban az ablakon is kiállsz és mutatod. Ah, ja, mondjuk ez is igaz, hogy akkor meg állandóan fél hatra iszom magam. De otthon nem? Vagy otthon pont pizsamában? De, a hotel, otthon igen. Akkor hotelban miért nem? Tehát, hogy az, ott akkor lehet, hogy mert a hotelben van fűtés. Nem kéne lekapcsolni spórolás szempontjából a fűtést otthon, bizonyára. Ez a furám azért, az ember 16 fokban alszik, ott még megértem, hogy pizsamában alszol. Kicsit spóroltak is, és teletek ered. Mi az? Ne, éjszaka adjuk, alszunk. Azt mondják, hogy az egészséges. Így van. Na jó, de nem a 11 fok. Még ha az egészség vezérelne is. Mondtam, hogy egészséges. De a jégcsapok. Apa, deresedik az ablak. Nem ad rá ráfűtése? Spórolunk. 600 forintot ezzel. Az immunrendszered, mert meglátod, hogy megerősödik, Virág. Hát akkor itt van a kulcs, hogy igazából te azért húzol otthon pizsomát, mert fázol. Mert letekeritek 12 fokra a termosztátot, míg a szállodában befűtenek, rohadt jó idő van, és ott viszont nem fázol, és lemersz vetkőzni. Tehát tessék a konvektorra egy kicsit adni. Nem magunkon spórolunk. Hát milyen világ az, amikor már az ember a saját testétől veszi el a meleget, és inkább pizsomát húz. Nem? Hát igen. Én nő lennék, és látnám a saját férjemet pizsomában, kiábrándulnék belőle. Tehát én állandóan látok talán ezekben a szórólapokban, mindenféle ilyen katalógusokban. Attól ilyen, nem kell megvenni, ilyen modelleket, ciki. Akik ott állnak, és nem férfiatlanok. Paperos, nem, ez egy boxer alsó, egy póló, egy atléta, mesztelenül, jó meleg a paplan. Hát vegyél egy olyan paplant, ami én jó az meleg. Az atlétát gyűlölöm például. De miért nem vagy mesztelen? Hát ciki az atléta. Ciki? Aha. Még én sem alszom atlétában, én vagyok, totál mesztelen vagyok. Ilyen semmi értelme. Itt az Oli, halló Zoli. Szevasztok, valamit elfelejtettünk? Igen, egy elég fontos dolgot. Te miért alszol pizsamában? Ezt már a feleségem is megkérdezett. De tényleg komolyan mondom. Olyan papás. Na, hát köszönöm. Én úgy erről beszélünk 20 perce, mert a Janinak feltűnt, hogy te pizsomában alszol, és hogy téged nem bántottunk, de Janit mindig szétszedjük. Engem szétszednek ezért. Na, mondd meg nekem, hát egy ereje teljében lévő férfi vagy, hát hogy tudsz ilyen paperosan? Mármint én, és itt vagy te. Miért ilyen paperosan nyomod, de tényleg? Hát ez... Figyelj, én nem tudom, hogy gyerekkoromban így szoktam meg, de most értem vissza rá, egy, nem is tudom, egy, talán idén télen, vagy lehet, hogy már tavaly télen is elővettem egy hidegebét. De fázott a kis derekad? Vagy mi? Ugyanez, mintha én mondtam volna. Lekapcsoljátok a termosztátot 12 fokra, és spóroljátok? Igen, gyere, megmelegítjük egymást, ez egy pizsama nem rossz, hogy nem tudom miért, hát valahogy visszajöttek, nem tudom, gyerekkori fejezek. Legalább egy kicsit modernebb, vagy ez a nagyon klasszis, hosszújú, nem szűkített, nem tudom, ilyen műsejem anyag, tudod, ami így ragad, tapad, tehát az? Nem. Ilyen jó, nagyon jó pamut anyaga van, és szerintem egészen jól nézek ki benne. De, erről a feleségemet kellene megkérdezni. Nem tudom, én egyébként te mesztelenül alszol, Balázs? Én igen. Na, mert hogy én soha nem tudtam. Tehát nekem valahogy kell a takaró és a bőröm között valamilyen réteg, mert úgy érzem, komfortosan magam. Ez olyan, mint mondjuk, hogyha pulóver alá fölhúzunk még nyilván egy pólót is, mert nem szeretem. Azt tudjátok, hogy egyetlen lépés választ el benneteket a hálóinktól és azt a hálósapkától. Az összeköltözéstől. Igen. Azt látok, bízom. Egyébként Janival nagyon megértenék egymást, azt már figyeltem, kibontakozott azért a személyiségét az elmúlt pár évben, és minden gond nélkül. Igen. És a párod is mondta már, hogy ne dob le a pizsit, tehát, hogy valami... Azt, hogy a tök ciki, hogy ebben alszom, és... Tök igaza van. És még igaza van. És hetente mondja, hogy dob le a pizsit, vagy csak havonta most? Havonta, egyszer még a régi beidegződések nála is előttek hétfőnként. Igen. Figyelj, de nyugtass meg, hogy nem abban vacsorázol. Tehát legalább vagy annyira kegyes a családodhoz, hogy amikor már sötét van, csak akkor veszed föl, ugye nem az, hogy kijössz az zuhanyzóba pizsibe, és még leülsz ilyen papásan vacsorázni. Tehát nem így tolod, ugye? Hogy ott ül a család, és te pizsomában ott ülsz a vacsorasztalnál. Az a következő lépés lesz, mert egyelőre még civilben vacsorázom, de nem rossz az ötlet, amit mondasz egyébként. Mennyivel kényelmesebb egyébként. Figyelj, ha rajtam múlna, akkor én kizárólag ilyen technikai öltözékben járnék. Tehát kizárólag túrafelszerelés lenne rajta. Basszus! Ennyi, ti tesók vagytok! Itt valami több van. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na tessék, ki tudja, mit mond? Aki most elmondja egyszer hogy helyesen. Hogy tudod, senki nem tudja elmondani. Mit mond, Feri?
Minek a múzsi zsazamány? Tessék, mit mond? Iminiko mananarei. Persze, iminimi, szeminimi, jubatu aminimi. Na, hogy már. Iminiko manamiko. Ja, nem. Na, mennyivel jobb? Ininiko mananiko ananekare. Valami ilyesmit mond, nem? Ez már egyébként egészen hasonlított. Nem ezt mondja? Ininiko Ininiko ananiko amanakare. Nem valami ilyesmit mond? A mananare az biztos benne van. Nem ezt mondja? Meg az aniko is. Na. Iniko mananiko mananere manano. Jó, ezt már SMS-be kaptam. De gyerek, ez hogy szült? Ez csak ült, ezt egyszer felmondta, és aztán megtanulta? Vagy nem, valószínűleg megnézett valami ilyen japán filmet, ami nem volt szinkronizálva, és abból sikerült. Ilyen egyetlen japán filmben sincsen felé, hogy Iniko mananaki mananikvaré. De. Mi? Ez jelent valamit japánul? Persze. Hagyjál már. Googli? Írd a Googliba. Azt mondja, hogy így fonetikusan? Akarjátok tudni, mit mond? Na. Itt van előttem. Iniko mana niko. Aha, tehát a niko. Ma nana erej. Aha. Erej. Aha. Ezt mondjuk már a, a Noel is elmondja. A niko az egy név. In niko. És ez jelent valamit? Ez én vagyok niko. Dehogy is. In niko. Iniko. Vagy in nikol, vagy enikő. És ez mit jelent? És ez jelentett valamit valamikor? Nem mond már. De. Mit jelentett? Azt mondta, hogy ez az első slágerem, nagyon várom már a jogdíjakat, amit az Artis Jus fog nekem utalni, ha egyáltalán bejelentem. Minden szecsuáni nyelvjárásban, persze. De ennek semmi értelme, gyerekek. Viszont szeretem, csak kíváncsi lettem, hogy ez hogy szült. Ezt mondja. Iniko mananiku mananana rej. Ezt mondja, vagy valami ilyesmi. Ha, manana erej. Manana erej. Ereje. Ez kamu, vagy valamit ez jelent? Biztos, hogy jelent valamit. Jelent valamit? Szerintem a mester üzenni akart valamit, tehát úgy kamu, hogy ez nem japó szöveg, ja, valami japó van mögötte. Hogy örülhetnek a japán? Japán szöveg, ahogy valami van mögötte. Hogy valami van mögötte, ennek van egy rejtett ez jelentése, titkos, amit nem tudunk, dolog. És ezen üzent. Hát igen, mert azért Kozsó mégiscsak a magyar popzene Leonardo da Vinci-e. Én azt gondolom, hogy... Hát, most azért picit erősen fogalmaztál, de vagy, így van. Vagy mégsem, már nem gondolom, lehet, hogy ez egy picit csak volt, de hogy szerintem biztos, tehát hogy ő csak egy ilyen kamu halandzsa dumát nem rakott volna be a szövegbe. Szerintem ő összerakta, hogyha nem is tud japánul, akkor is mondjuk egy szótár segítségével összerakott egy japánnak tűnő szöveget, ha nem gondolta azt véletlenül, hogy nem, hogy a szamurájok azok kínaiak. Én tudom, hogy nem, ez nem kínaiul van, nem, mert azt hittem, hogy kínaiak. Igen. Úgyhogy szerintem biztos, hogy van ennek. A legdurvább, hogy ebben a dalban egyébként az is benne van, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. És azért az, gyerekek, hogy erre tömegek táncoltak 1995-ben egy olyan dal, amiben az van benne, hogy mi volt, hiszi a piszi, aki elhiszi. Előtte volt egy nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Nagy az, aki nagy, aki kicsi, aki kicsi, hiszi a piszi, aki elhiszi. Jól összezavarta, kedves hallgatók. De komolyan mondom, én ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem. Na tessék, Google Translate, üssétek be. Iniko? Vagy valaki tud japánul, csörögjön már fel bennünket. 55-55-00, csak van egy olyan hallgatónk, aki beszél japánul, hogy ez mit jelent? Mit akart nekünk ezzel már 1995-ben a mester üzenni? Egy japán ajkú hallgatónk, jó? Te mindig csak mond a szöveget, Feri, hogy tudják azok, akik nem ismerik. Helyesen, mond még egyszer? Odaig tudom, hogy Iniko. Mindjárt megtalál, igen. Iniko mananiko manana erej. Iniko mananiko manana erej. Ez a szöveg. Iniko manana ki kifut a tej. Ja. Ne! Benne van tényleg? Hiszi a biszi, aki elhiszi. Tehát én ezt elhiszem. Ja, most a Translate-ben ugye van egy ilyen funkció is, hogy amikor te azt beírod, akkor ő azt felismeri. Tehát van egy ilyen nyelvfelismerés. Uh-huh. Na, ez nem funkció, ez ennyi. Most itt nem jött össze. De ez írva japán betűkkel. Hát most nem tudod japán betűkkel beírni. Jó. Hát dehogy ne, hogy ne tudnám már. Hánalmas vagy. Miért ezt mondod? Japán betűkkel írt, hát elég hülye. Értek, hülyet csinálok itt magamból. Hát miért nem japán? Na, írom, oké, beírom akkor. Klaviatúra. Mik is ezek a kanjik, amik... Ja, igen, meg is van. Ne úgy írd, hogy mi írnak. Hát természetesen, hogy japán betűkkel kell beírnia. Ne legyél azért ennyire iskolázatlan, hogy nem japán betűkkel írod be. Írd be. Azt írja, hogy hallgatok, hogy gyerekek, japán szakos vagyok, ez eltén, higgyétek el, semmit nem jelent. Hívjuk föl annak. Azonnal hívjuk föl, tegyük adásba, megfejtetjük vele, hogy ez valóban mit jelent. Elsőre lehet, hogy nem jelent semmit. Mi van, de, ha ez... De! Mi van? Hát, hallod?
figyelj, beírtam azt, hogy, hogy japán nyelvfelismerés, és a keresési javaslatra kiadott nekem egy szomorú szamuráj dalszöveget. Egy ázsiai kis szöveg. Mutatom, basszus, nézd. Tehát azt már beírtam, ugye fonetikusan ezt az inniko manna niko manana erejt. Igen. Erre a keresési javaslatra kiadott itt alul egy ázsiai szöveg. Na hát, na, és, igen, és... na figyelj, rákattintok, és vannak benne értelmezhető betű. Magyar szöveg. Értelmezhető betű. Van, tenni, ilyen, például, között egy. Aha. Azta. Mit akart ezzel van üzenni a mester? Van tenni, például, mindközött egy. Hát nem érzitek a mélységét? Van mindközött egy. Hát magassága nincs, az biztos. csak mélysége van. Gyerekek, valaki, aki japánul tud, telefonáljon már nekünk. Jó? De fejtsük már meg, hogy lehet, hogy gyerekek, a Kozsó már egy ilyen kis haiku formájában már 95-ben valami olyan olyan mögöttes jelentés tartalommal ruházta fel a saját dalszövegét, hogy a szabad kömövesek értik csak, az illuminátusok, mi pedig hülyén állunk itt lassan 20 éve a dalszövegét, és nem tudjuk, hogy Kozsó ezzel nekünk üzen. Hogy mit üvöltött bele Bétót László a péntek este éjszakába, a Petőfi csarnokba, amikor együtt kiabált, és lássam a kezeket, és most mindannyian egyszerre, hogy inniko mananiko manana. Erre. Mert az, a mi kicsit balga, alulművelt szemünket, hogy ilyen szépen képzavarral ilyen, kiszúrta az, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. Ugye? Az a terelés? Az a terelés, de közben azért ő belerakott egy ilyen mélyebb jelentéstartalmú szöveget, ami esetleg akár még jelenthet is valamit. Hát ez a sok közül te vagy az egy. Hát azt mondja, hogy mind között egy. Ugye? Nem ezt fordítottad le az előbb? Mind, egy, nem figyeltél fel. Között. Van tenni. Ilyen például között egy. Na. Kozsó azt mondta egy riportban, figyeljetek, hogy ősi szamuráj mondóka. Aha. Története. A kisfiú elmegy egy tóhoz, amikor a korsót bele akarja meríteni, arrébb megy, aztán az apja megtanítja, hogy minden többször kell megpróbálni a siker érdekében. Ez egy mondatban benne van? Igen. A kisfiú, aki elmegy a tóhoz, belemeríti a korsót, de az apja azt mondja, hogy többször meríts bele, mert akkor sikerélményed lesz. Ez az inniko mananiko manana erej. Ez ezt jelenti. De egyszer, ha merítesz, nem tudod megmeríteni? Vagy miért kell többször meríteni? Lukas, akkor addig jár a korsók útra, amíg el nem törik. Na! Aha, de nem tört el, és nem kút, hanem tó. Ja, tó, és addig nem tört el, jár a korsó a tóra, értel. Amíg nem törik így el. Így van, és hogy az idős szamuráj tanította a fiatal szamurájt, hogy többször kell próbálkozni, még ha elsőre fáj is egy kicsit. A japán fordítás azt jelenti, tudok japánul, írja Péter, vedd meg a CD-met, jó gazdag leszek. Na, itt van velünk Nimród, aki tolmács. Hello Nimród, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Te japán tolmács vagy, ugye? Igen, japán nyelvoktatással és tolmácsolással is foglalkozom. Konnichiwa nagasaki. Mióta? Mióta csinálod? Hát egy 8 éve foglalkozok ezzel. Annyi szép, mondjuk szép a japán nyelv, de hogy miért választottad ezt? Mert hiány szakma. Hát én először harcművészetekkel kezdtem foglalkozni, egyszerűen beleszerettem a kultúrába, aztán japán feleségem is van, itt a családban is japánul beszélünk, úgyhogy valahogy magával ragadta ez a dolog. Japánul beszéltek a családban, és japán feleséged van, tényleg? Ez milyen érdekes. Így van. Kintről hoztad bőrödben, vagy itt ismerkedtél meg vele? Hát jött utánam, azt mondta, hogy követ a világ végére is. Úgyhogy így alakult. Mert én kint éltem Japánban, ott ismerkedtünk meg, és akkor jött velünk. És már jöttél volna haza, hagyjál már! Ha miért nem mész? És gyerekek is vannak? Igen, van 2 kisgyerekünk. És akkor nyilván ők is már magyarul és japánul is beszélnek. Így van. Itthon ők is, az édesanyjuk a japánul, velem pedig magyarul beszélnek. Hát a kicsi ő még csak 1 éves, ő nem, de a nagyobbik, a kisfiunk, 6 éves, ő már nagyon jól nyomja a japánt. És eszik pácikával, eszik villával? Persze, mindkét. Szeretne a katanával. Igen, használja a szamurájkardot. Igen. Na, figyelj ide, hát van ez a Kozsó dal. Biztonság kedvéért meghallgattuk, a feleségem is megnézte, hogy mondom én, hogy nem értek belőle egy munkot se, hát hogyha ő, aki japán, azért csak, de egyértelmű, hogy semmi értelme nincs a szövegnek. Ne, tehát, se, az egy darab szó nincs benne, ami legalább japán lenne? A 2 sor végén találtunk a rei, ugye az első sor reire végződik, a második meg kohei. Ennek éppen van értelmük, de nem áll össze semmi értelmes mondat. A rei az azt jelenti, hogy példa, vagy példát jelent leggyakrabban, igen, a kohei pedig meg ilyen kis katona, tehát a legalacsonyabb rangú katona. Ennek így van értelme, de az összes többi szónak semmi értelme, tehát nem is lehetséges, hogy a japán nyelv szabályai szerint, ugye szótagról van szó, szótagírásban használják a nyelvet, tehát az a lényeg, hogy 2 másra hangzó egymás után nem lehet.
és az a két sor teli van. Tehát még egy japánnak tűnő szövegnek se felel meg. Igen, nem is tűnik japánnyelvnek. Simán lehet, inkább hogy, németnek mondanám. Hogy a dalszövegírás is úgy történt, ahogy sok klasszikus pop meg rock dal esetében, és stúdióban még hiányzott belőle két sor, csak a léten a Kozsó egy nap előtte látta az Öld meg a Shogun című klasszikust, és erre emlékezett, erre a két szóra. A többit meg így mellé költötte. Igen, igen, ez elképzelhető. A párod egyébként megtanult magyarul? Tehát ő beszél? Hát nem igazán, nem igazán. De úgy... Legalább annyira lehet egy japánnak megtanulni, annyira nehéz lehet megtanulni magyarul, mint nekünk megtanulni japánul, nem? Tehát mind a két nyelv szerintem nagyon nehéz. Sokkal nehezebb. Nekik sokkal nehezebb megtanulni a kiejtés miatt. Nekünk a japán nyelv kiejtésével nincsen gond, tehát az kapásból megy. Eleve nálunk ugye 5 magánhangzó van, vagyis a japán nyelvben 5 magánhangzó van csak, a magyar nyelvben meg 13, egyszer megszámoltam, úgyhogy majdnem 3-szor akkora a hang készletünk, mint a japánoknak. Nekik fordítva nehéz tágítani, nekünk egy leegyszerűsített nyelv ilyen szempontból a japán. És van még olyan, hogy esetleg így nem értitek egymást, mint hogy mondod neki, hogy szívvel 2 hét után már azért elmosogathatnál. Még mindig nem érteni nyelvet. Hát, persze, ilyen vicc, ez. De nagyon nehéz volt neki asszimilálódni, hát azért a magyar kultúra nagyon más, mint a japán kultúra, tehát nem más hagyományokra épül, nem? Ez hát az nagyon más lehet. Nem, nem könnyű, de mikor kérdezem, hogy mi az előnye Magyarországnak, mondja, hogy földrengések nincsenek, annak ugye nagyon örül, meg hogy vannak ezek a kabócák, a szémi, ő azokat nagyon utálta, és hogy azok sincsenek, tehát sokszor nem tudunk a rejtett értékeinkről, hogy ezeknek nagyon örül. Hát, amíg mészárolják a bálnákat, én nem tudom őket megszeretni. Komolyan mondom. Tehát ha ezt egyszer abba hagyják, és azt mondják, hogy gyerekek, nem ölünk többet, akkor tudományos kutatás. Tudományos kutatás, én mindig végignézem ezeket a Sea Shepherd, hogy próbálják megakadályozni, régen nagyon sok részt megnéztem. Hát egyszerűen addig megszerethetetlenek, idézőjelesen, nem? Nyilván kis túlzással, persze nem japán hétköznapi emberre gondolok, de amit csinálnak, az elképesztő. Még mindig. És nem érti, hogy ennek mi értelme van. Most azt mondják, hogy tudományos célral, aztán felfüggesztik, újra mészárolják őket. Ez egy nagyon nem szép dolog tőlük, vagy kevésbé szerethető. Ezt én is így látom, nekem se szimpatikus ez a része, de azt tudni kell, hogy nagyon kismértékű dolog ez. Tehát a japánok 99%-a nem evett bálnahúst. Tehát a feleségem se soha életében nem evett. De létezik egy ilyen kis. De akkor kinek csinálják? Vagy kinek vágják le? Hát azt mondják, hogy a bálnahús fogyasztás Japánban, mint a 60% a japán lakosságnak eszik bálnahúst. Közben egyébként tényleg évről évre csökken azt olvasni, de mégis mészárolják őket. A feleséged nem jött így haza egyszer, hogy kóstoljuk meg az arany halhúst. Közben meg. Nem, ilyen ötlete nem volt. Viszont... Nem, ők viszont azon vannak kiakadva, hogy mi magyarok, hogy tudjuk megenni a nyuszit, amilyen aranyos kis állatka, kis szőrmag. Fokhagymával nem szoktuk mit csinálni. Ezt nem tudják feldolgozni. Igen, náluk, igen, ez ilyen nagy dolognak számít, hogy mi eszünk nyulat például? Igen, ők ezt a nyulat, meg hogy hallják, hogy van, aki eszik lovat is. Tehát kb. Annyira elterjedt a japánban a bálnevés, mint nálunk mondjuk a nyúl vagy a lóhús, ilyen extrém dolog. Tehát van, aki eszi, de hát... Van is náluk egy csoport, a Bunny Shepherd, ami azt a célt tűzt ki magára, hogy megvédi a nyulakat. Hát ez komoly. Viszont nincs különbség egyébként, de tényleg abban érzem, hogy igazad van, nem? Tehát most mi a nyulaka ugyanolyan, ebből a szempontból ugyanolyan barbár dolog. Hát az arra tenyészteti jószág, annyi különbség. Igen, talán annyi, hogy igen, azért a bálna nem szólt. Igen, tehát hogy a bálna populáció viszont vészesen csökken. Jó, mondd ezt a mezei nyulaknak, akik szerintem nem arra vannak tenyésztve. De igen, értesd meg ezt egy állattal, hogy... Ja, most a tenyésztettek, azok tenyésztve vannak, ebbe igazából. Azt arra tenyésztik, érted? A mezei nyúl meg szerintem annyi van, mint a csillag az égen, bálna meg kevés. Te sokat vagy kint Japánban egyébként, Nimrod? Hát mostanában nehezebben jutok ki, de idén is tervezünk ki, mert igen. Sok furcsaság van ott, nem? A bugyi automatáktól kezdve a tini lányokról lerángatott használt bugyi megvásárlásáig. Most nyilván nagyon felszínesen mondom én ezt a japán kultúrát. Leszűkítve a japán kultúra, de azért egy európai ember számára sok furcsaságot látni ott, nem? Igen, ez egyértelmű. Igen. Neked mi volt a legfurcsább, amivel találkoztál? Hát nekem negatív értelemben nem volt furcsa dolog, tehát én lehet, hogy biztos elfogult vagyok, meg mindig jó szemszögből látom őket, de én csak pozitív irányba csalódtam mindig. De a legnagyobb ilyen kulturális sok, ezt hallom sok tanítványunk is, aki kijut Japánba, hogy elképesztően diplomatikusan, kedvesen bánnak az emberrel. Például a rendőr is, hogyha bevisz,
a rendőrőrse, hogy elkövet valami bűncselekményt, akkor megkínálnak étellel, megkérdezik, hogy miben segíthetnek, annyira alkalmazkodóak, még ők kérnek elnézést sokszor. De hogy kirabolsz elnézést, egy bankot, elkapnak, bevisznek, és azt mondják, hogy mit parancsol, miben tudok segíteni? Hát olyan esetről hallottam, hogy volt, aki csalt, hogy vonatjegyet, rossz jegyet vett direkt, a legkisebb távra vette meg, és a legnagyobb távon utazott. És erre a rendőrök bevitték, és megkérdezték a végén, úgy, hogy megkínálták étellel, mondták, hogy aznak a kaja rá nem kellett költeniük, stb. És a végén megkérdezték, hogy abban kiegyezhetnénk-e, az úgy jó-e, hogy mi azt vállaljuk, hogy véletlenül rossz jegyet adtunk önöknek, elnézést kérünk ezért, bocsánat, és visszavisszük önöket oda, hova szerettek volna menni ingyen, hogy ez így jó-e önöknek. Ki akarok költözni? Kávé ez a hozzáállásokról. Én minden nap át akarok élni ilyen kulturális sokkot. Igen, vagy például a rendőröknek kötelező bizonyos mennyiségű pénzösszeget adni, ha kérsz kölcsöntőle, mondod, hogy például nincs, elhagytad a pénztárcádat, haza szeretnél menni, a metróra adjanak jegyet, természetes, hogy adnak kölcsön, elkísérnek, segítenek. Igen, mert visszaadják, tudod, valószínűleg ez van, hogyha te japánként kölcsön kérsz valakitől pénzt, akkor az az első, hogy ezt másnap vissza fogod vinni. Az utcán ott megálltasz valakit, adják kölcsön. Szerintem adnak. Mert elveszítheted a pénztárcádat. Igen, tehát ott nem az van, hogy nyilván elveszítetted kis mennyi már innen. Eszébe se jut, hogy hazudik. Így nem? Van. Tehát így más van, és másnap vissza fogja hozni. Én ezt hazafel kipróbálom. Ez engem is nagyon megdöbbentett. Például áruházak előtt van olyan, hogy ingyen elvihető esernyő, tehát hogyha esik az eső, ott van az esernyő, hogy elvigyed, csak hozd vissza, légy szíves. Uh-huh. És láttam olyat, hogy megy ki egy japán zuhogó esőbe, és nem viszi az esernyőt. Mondom a feleségemnek, hogy ez miért van? Hát ott van az esernyő, csak elvinni. Azt mondta, hogy valószínűleg aznap nem tudja visszahozni, ezért inkább bőrigázik, mert a lelkiismerete nem engedi, hogy elvigyed. Itt mi lenne, kiraknak 10 darab esernyőt? Egy ember vinné el. Ezt láttál az esernyőt? Így átölelve vinné az egészet. Egy méterrel arrébb, 500 forint az esernyő. 500-300 esernyőt, kiraknál 10 darab esernyőt, csak ezt láttál. És kész. És soha többet nem lenne az áruháznak egy darab esernyője se. Semmi. Igen, és a sarkon már árulnánk. Hát picit más a mentalitás azért ezt így halva. Igen. Érdekes. Jól van, köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk. Nagyon szívesen, én is köszönöm. Köszönjük, ciao, jó munkát neked, hello. És most, hölgyeim és uraim, becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. 110 millió forint értékű hajfestékkel bukott le két portugál csempész. Hát a történet az rettenetesen szeretni való. Én ezt az egész drogcsempészetet egyébként nem nagyon értem. Sok kérdés van. Ugye ez a Liszt-Ferenc repülőtéren történt, és kiderült, hogy ezekben a hajfestékes kis tasakokban természetesen drog volt. 82 hajfestéses tasakba kézzel 7,5 kg kokain került. Óriási a sztori. Óriási a történet, ugye elkapták őket, és kiderült, hogy portugál csempészekről van szó. Nagyon-nagyon sok a kérdés. Hogy ha én szeretnék csempészni, tényleg, ha így életcélom lenne, hogy egy nagyobb összeget így bezsebeljek ezzel, gyerekek, eszébe jutna bárkinek is, mi a francot keres nála 82 darab hajfestékes zacsi? Hát ha nem fodrásznak álcázod akkor magad. Akkor se viszel. 82-t nem viszel sehova. Tehát ki az a hülye, aki abba teszi bele? Hát vámosként az az első 82 darab hajfestékes zacskó. Hát persze, hogy megnézem. Kiveszel egyet, oké? Kiveszel kettőt, oké. Veszel ötöt. Mert ötöt rendben van. Ránézel a csaj, ha úgy lehet, tényleg lenőtt. Jó, lenőtt egy kicsit, megérte. Az úr halánték. Igen. Jöttek a portugálok hajat festeni Magyarországra. 82. Hogy? De 82 hajfestőkes tasakban. Gondolom, ők arra gondoltak, hogy nem állítják meg őket. Tehát a tasak az már nem olyan volt, mint egy dupla falu bőrönd, ahol ugye el kellett rejteni, hanem ők arra gondoltak, hogy ők átmennek
a zöld folyosón, ahol semmit nem kell elvámolni, és az csak magát szállította. Én nem hiszem. Hát de kereskedelmi mennyiség a 82 zacskó, érted? Tehát, hogy ráadásul az átvilágításnál azért feltűnik, hogy ott vannak ők, mindegyik egyforma méretű, egyforma kiszerelésű tasok, tehát hogy akkor ránéz az ember a monitorra, akkor azt látja, hogy hát gyanús. Igen, tehát 82 akármilyen termék, az szerintem kereskedelmi mennyiség. Tehát neked nincs szükséged Portugáliából a kéthetes nyaralásod alatt itt 82 darab. Nincs. Hát ki tudja, hogy ott milyenek a hajfestéke. Lehet, tudom, hogy minden nap festesz, és egy hosszabb tartózkodás. Tehát szerintem az a leg egyszerűbben lebuktatható rész, hogy valamiből 82-t vinni, az baromság. Én azt sem értem egyébként, hogy hogyan az, hogy ők gyanúsan viselkednek. Tehát most leszállsz a repülőn. Aha. Oda kell állni, és meg kell várni a csomagodat. Már ott gyanús? Ott, de mitől leszel gyanús, ha te odaállsz, és ha nem vagy teljesen hülye, és nem kezdesz el fészkelődni, akkor mit csinálsz? Kisétált az ajtón, odaállsz a futószalag mellé, és vársz. -3-ban szakad róluk a víz. Izzad? Izzad, körül, állandóan körülnéz, nézeget, hogy jönnek-e. Szerintem ilyen. Hát meg alapvető... igazgatja a szemüvegé. Na de alapvető szabály, ha csempészel, hogy ilyet nem csinálsz. Na jó, de hát lehet, hogy nem voltak rutinos csempészek. Alapvető szabály, hogy ha hazudunk, akkor nem piszkáljuk az orrunkat. Mégis mindenki ezt csinálja. Hát persze. Persze azt mondod valakinek, hogy aztán a világért se izzadjál majd ott a vámnál. Igen. Ja, jó, akkor nem izzadok. Most, hogy mondtad, akkor nem izzadok, ne és nem is izgulok. Ne állj egyik lábadról a másikra. Ezeket a klasszikus dolgokat nyomhatják, hát hogy biztos. Hogy toporognak, izzadnak, és mit tudom én, vakaróznak? Meg nézel körbe, jár állandóan a szemet. Tehát szerintem egy jó navos, egy jó megfigyelő. És csak az van. Ugye csak az van, tisztelete, szeretete. Én nem ismerek rossz lakosat, kívánok, jó reggel. Hogy szerintem munkát. Vannak ilyen megfigyelők, akik kamerán keresztül nézik az ember, szerintem neki már az elég, hogyha mondjuk így jobb, nem is mozgatod a fejed, meg sem mozdulsz, a jobbra-balra a szemedet így jártatod. Szerintem az elég. Mi nem küldenek valakit terelésnek? Egy olyan embert, aki mindentől izgul. Vagy pedig olyat, akinek azt mondják, hogy van valami a táska, ebből valójában nincs. Hogy menne egy portugál, aki terel, és nagyon izzad, nagyon vakarózik, és menne két nagyon profi. Így aha, egy előterelő, és akkor kette meg átütsz a zoomát. Vagy mondjuk 10-15-en előtte 80 darab igazi fajfestékkel. És már mindenkit meg. Szaszák, hogy jó, ezt már nem pakoljuk ki. Ezt már nem pakoljuk ki. Üdös francba, takarodjatok a hajfestéketeket. Hát a... Nem. Azt mondja, hogy Brazíliából jött volna a kokain Dubájt érintve Magyarországra. Minket lehet azért fészkelődtek, ha ennyit utaztak, én is fészkelődnék. Jó kis terelés. Igen, azért lenne... Brazília, Dubaj, Brazília, Dubaj, Magyarország. Izland, Mongólia, Törökország. Kicsit a dolgot körbe utaztak. Égjétek el Izlandnál, elvesztik a nyomunkat. Ha, de tényleg. Én nem tudom, hogy hova tenném egyébként. Én azt sem értem, hogy miért kell, amikor valahova repülsz, és viszel tápszert, azt abba bele kell innod. Na hát az... Abból mi derül ki? Hogy mi... nem méreg. De ha nem halok meg egyből, az kinézi utána 3 perc, hogy mi történik. Tehát például én kábítószert viszek, mert az ugyanúgy néz ki, mint mondjuk a baba tápszerben a por. Ugye van ez a por alapú tápszer. És azt mondja, igyak bele, én ott beleiszom, attól még nem derül ki, hogy én utána 5 perc múlva mondjuk ettől betépek, vagy nem tépek be. Látja, hogy beleittem, és semmi bajom nem lesz. Az mit célt szolgálna? Veledetettek meg ilyen bébi tápszert? Persze, persze, mikor mentünk Somával. A sajátotokat? Nem, a ebbe sincs, látja. Nekem volt ilyen, hogy én ezt nem iszom meg. Hopp, tudod, egyből gyanús lettem, hogy hülye vagy, tudod, van német a szegény. Itt áll már ilyet, hát mondom, ez szörnyű, ráadásul anya te, és akkor tudod, mondtam, és akkor hajrá. Ne. És akkor megvárta. Azt az undort, tudod. Még, van még ott. Még egy kicsit. Még egy kortyot. De mi lesz azzal? Mi derül ki számára? Hát, hogy meg mered inni, mert lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ha kábítószer van benne például. Akkor nem mered meginni? Akkor, hogy nem meri, igen. Aha. Bár egy profi kábítószer csempész nyilván tudja, és hogy mennyi. És hogyha laktózérzékeny vagy? Hát a kábítószer, az nem tudom, hogy... Na jó, de hát akkor sem mered meginni a tejet, érted? Mert most te laktózérzékeny vagy, a gyerek nem. Igen, port viszek, ugye port mi port viszünk, nem igen. Keverted össze, csak vitted külön a port. Na most abba így belemártod. 6 kiló port ettem már. Belerakod az ujjadat, és megnyalod, akkor ha az kábítószer, mennyi idő múlva üt ki? Vagy Feri, ki ne haragudj, a kérdésed is már olyan hát tudom, szinten... tudom, hogy sokat olvastál a témáról. Olyan szinten egy megrázó, és egyszerűen már a felvetést se értem, hogy hát értem, hogy honnan tudhatnám... A Feri ez iránt a téma iránt, mennyire... Ne viccelj, hát kérdezd meg, hogy kell narancslevet csinálni a gyereknek, tudom, de hogyha te belenyolsz egy kábítószerbe, hát mennyi idő után, hát mit tudom én? Hát szörnyű a felvetés is, hát honnan szerint, tudjam? Tudjuk, azt nyilván már ott megmutatják. 2-3 perc múlva zsibbadni kezd az ínyet. Na, ez az, erre múltam ki. Nem tudom egyébként. És ha bankkártyával így megaprítom, akkor... Tényleg, azt nem értem, de mindjárt megkérdezik, mert fejük, ami drága, mélyen tisztelt, nagyon tehetséges, nagyon jól nyilatkozó, nagyon kedves, nagyon aranyos Schuller Attilánkat.
hogy azért arra kíváncsi lennék, hogy ilyenkor nem érkezik-e meg egy bőröndben egy vérprofival egy brutálisan a vámosokat jól átjátszó emberrel 150 kiló úgy, hogy valaki kihúzza. Tehát nekem amikor ilyen nyomorúságos 7 kilót találnak, aminek még 110 millió az összértéke, mindig arra gondolok, hogy megnézték Juan Carlost, aki egyébként, amíg a vámosok nézték a 60 darab falfestéket. 80 kilót. Vagy hajfestéket, 80 kilóval teljesen sima arccal átsétált, mert nekem ez mindig gyanús. Jó, mondjuk 7 kiló, tudod, jött a két hülye. Tegye fel a futószalagról, legyen szíves a bőröndöt, és 150 kiló. Érted, tehát, hogy azért ott biztos feltűnő lenne, nem? Az mondjuk igen. Ah, igen. Elegyezz, és egyébként meg emelje maga csomagját, igen. És kijön egy ilyen Fekete Laci méretű ember. De nem lehet, hogy mindig átsétál egy profi ilyenkor. Hogy jön a két palimadár, 500 eurót adunk neked, gyere át a magyar határon Portugáliából, persze-persze elvállalom 7 kilóval, és közben mellette egy kicsi apró kis brazil, tudod, szalmakalapba, Hawaii-be, a leglazább, a strandpapucsba, tudod. A mozgóban, igen, ez kicsit én elragadtam magam. Egy légycsapóval a kezében. Picit fura lenne. Tudod, átsétál mondjuk 70 kiló kokainnal, ez nem lehet? Mert itt nekem mindig ez az érzetem. Bár összegezzük, tehát akkor azt mondja, hogy tehát januárban, a mínusz 3 fok a strandpapucsban, szalmakalapban, szípkás cigarettával, 70 kiló kokainnal, légycsapóval, kis brazil. Ja, szerintem, nem én, ha az én elvemet követnék, ha én csempésznék, én a légy minél feltűnőbb elvet követném. Igen. Szerintem nem szednek ki. Szentmeggyőződésem, ott egy hatalmas szalmakalapba, szombréróba, Hawaii-be, légycsapóval, térdgatyába, szalmakalapba, nagyon... És ha nem kapsz elég figyelmet, akkor vissza magadra egy kötkürtöt is. Nagyon napbarnított, nagyon lazán átsétálsz, és szerintem jobban kiszedik a remegő, izzadó, félbolond idiótát, tudod, aki 2 kilótól leizzad. Én meg úgy átsétálok a 20 kilóval, mint a 20-as. A strandpapucs azért nem gyanús, mert ahonnan jön, ott viszont meleg. Ja, tényleg. Érted? Ezek szerint, mit tudom én, például jönnek, mit tudom én, izék, a Izlandról, akkor ott meg egy prémes ilyen izébe, ilyen kapucnikában, iszonyatos nagy brém kabátban, meg hótalpakon, meg... Igen. Na, megkérdezzük, hogy hogyan ez. Itt van Schuller Attila a NAV-tól, mint a lezredes Vám és jövedéki szóvívő. Attila, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, jó régi barátom! Oh. Így van. Hogy vagy, Attila, jól vagy? Soha jobban, hogyha veletek beszélgethetek. Na, ide jó. Ezt akartuk hallani. Levegőbe csaptál tegnap? Itt a hajfestéges történetnél? Hogy megvagytok rohadékok, vagy nálatok nincs ilyen? Ez az az igazság, hogy ez a rendőrség felderítése volt. Ja. Konkrét ügyről így nem tudok beszámolni. Több szakmai kérdést is felvet ez, maga ez az ügy, de egyébként nagyon jókat mondtatok itt az elején, hiszen az is gyanús egyébként, ahogy a tanúban mondták, hogy ami nem gyanús. Tehát, hogyha te jönnél hatalmas szombréróval strandpapucsba, akkor az is feltűnő lenne. Igen? Kiszednétek? Valószínű igen, illetve az is előfordult már többször, hogy kisebb mennyiséggel próbálták a vámosok figyelmét elterelni, hogy utána egy nagyobb mennyiség átjöhessen, de ha megfigyelitek a határátkelőjeken, amikor van egy vizsgálat, akkor, és ha találnak valamit a kollégák, akkor rögtön elviszik az utast, vagy határátkelőjén a gépkocsit félreállítják, úgy úgynevezett másodlagos vizsgálatra, de és utána folyik tovább a többi utasnak a vizsgálata. Tehát nincs az, hogy a vámosok eltűnnek akkor a zöld folyosóra, és akkor mindenki szabadon jöhet-mehet, hanem maradott vámos továbbra is. Tehát aki végzi a konkrét vizsgálatot, azt máshol végzik el. Nagyon ravaszak vagytok. Úgyhogy rendes vizsgálatok vannak, illetve az is a Lisszabon nemzetközi repülőtéren megvalósult, hogy az utasokat egy irodából tudják figyelni a kollégák, lesötétített üveg mögül, tehát már ott lehet látni az utasokon, hogyha valaki gyanúsan viselkedik, ideges, és miközben vár a csomagjára, tehát már ott ki tudják szúrni. Tehát az az álláspontotok, hogy mindenki gyanús. Aki nem gyanús, az is gyanús. Az is gyanús, aki nem gyanús, és az is gyanús, aki gyanús, mindenki gyanús. Azért vannak azok a tünetek, amiket ti is nagyon jól felsoroltatok, hogy izzad, idegesen viselkedik, néz elődik, vagy az is gyanús esetleg, hogyha oda megy és a vámostól kér információt, hogy hogy jut el a városba például, tehát ez sem életszerű, és ez mind-mind olyan gyanús apró momentum, ami gyanút kelthet, így van. Jó napot kívánok, elnézést!
Figyeld. Csak szeretnék egy ilyen reptéri taxit. Hopp, szépen menjen félre. Elnézést, mennyi az ide? Hát, vigyétek! Egyébként vannak nagyon jó kártyakereső kutyánk is, amiről múltkor ti is beszámoltatok, hogy külföldön egy repülőtéren voltak a passzív kutyák, amik ott mászkálnak az utasok között. Igen. És hogyha valaki érzik a kábítószert, akkor leül mellette, és így jelzi a hatóság munkatársaiak, hogy ott bizony valami történt. És itt a Liszt Ferenc repülőtén is vannak ilyen kutyánk, illetve vannak olyan eszközeink, amelyekkel nagy hatékonysággal tudjuk kiszűrni, ha valaki kapcsolatba került kábítószerrel. Hát ezt tudjuk, hogy ez milyen Johannesburgban, míg vártuk a csomagunkat a Janival, két ilyen kereső kutya egy méterre a csomagunk, ott nagyon szimatolt, az kettő méterre tőlünk leült, engem konkrétan levert a víz. Igen. Tehát azt mondom, Jani, innen sehol nem. Ugye nem tette, ugye vigyáztunk a csomagunkra. Én pedig ugye... vádalkut ajánlottam nekik, hogy feladom Balázs. Jani azon a tárgyalni kezdett futni. És igen. Ilyenkor csak reménykedni lehet, hogy a kolbászt érzi a csomagból, nem a kábítószert. Itt a Liszt Ferenc repülőtéren a rendőrök hol szúrták ki őket? Mert előbb találkozik az ember vámosokkal, mint rendőrökkel. Hol voltak nem, a rendőrök? Fordítva történik, tehát először van az útlevélvizsgálat. Ja, és ott szúrták már ki őket. Valószínűleg igen, és akkor utána jön a vámvizsgálat. Tehát a vámvizsgálat az utolsó, tehát amikor megvolt a vámvizsgálat, akkor te már késődte utána az zöld folyosóra, és ott vagy az utasváróba. Nagyon balekok kellettek, hogy legyenek, mert azért tényleg átmenni kapun, hogy odadod az útlevelet, beállsz a sorba, egy szót se szólsz, már ott idegesek voltak, meg ott eljátszották, hogy hello, uram, kicsoda, haj, nem ismerjük, egyet hülyeim vagyok, azt tudod. Ha már ezt ott elszúrták, azért nem lehettek nagyon profik. Arról nektek van bármilyen kimutatásotok, hogy egyébként mely testüregek a legnépszerűbbek, vagy milyen rejtek helyek, vagy hova rejtik, már vagy a milyen csempészésben. Úgy értem, így van, nyilván. Vagy milyen furcsa találások voltak már? Tehát, hogy tényleg, hogy hova, a leleményességre vagyok kíváncsi, hogy mennyi eszük van ezeknek a csempészeknek, hogy hova rejtik ezeket a kábítószereket. Aztán a privát top listáról is beszélek természetesen. Hova rejtik a tasakokat? Mondj egy-két kedvenc helyet. Tehát a kábítószernyelő az ugye klasszikus eset, és a Liszt Ferenc reptéren 12 esetben volt utasforgalomban kábítószer fejlődés, ez nem mind, ami a testében volt, hanem volt, hogy a csomagban volt elrendve a bőrönbe, de a kábítószernyelők között, ami számomra döbbenetes, az a csúcs, amit itt fogtak a kollégák, az 113 darab kapszula volt, és egy kapszulát úgy kell elképzelni, hogy 5 centiszer 2 centiméteres, tehát igen, erről már beszéltünk, óriási, hogy azért az necces azért azt lenyelni, tehát ott egy nagyát kell mondani. Igen. Azért sok vízzel. Nagyon sok vízzel kell leöblíteni, igen. Hallani olyanokról, hogy a ruhákat is átitatják kokainnal? Ez egy bevett szokás? Pontosan, ez is itt történt a Liszt Ferenc repülőtéren. Az postaforgalomban volt, hogy gyerekruhákat küldtek Dél-Amerikából, és a gyerekruha át volt itatva folyékony kokainnal, hiszen a dél-amerikai kábítószertermelő országokban ez bevett gyakorlat, hogy folyékonyá alakítják a kábítószert, azt átitatják különféle ruhaneműkkel, például vagy volt, hogy szőnyegbe is, és azt próbálják meg bejuttatni más országokba. Tehát ilyen is előfordul, de erre van az a berendezésünk, ami egy egyszerű teszter, egy lapot hozzáérintenek bármilyen tárgyhoz. Jaj, tudom, mindig a hideg levert, tudom. Igen. Így van, és akkor azt kimutatja. Egyébként személyes tapasztalatom is volt ezzel. Volt egy sajtótájékoztatónk, ahol megfogtam azt a dobozt, amiben elrejtették a kollégák a kábítószert, amit utána a kutya megtalált, és aztán az én kezemről vettek mintát, és kimutatta, hogy kapcsolatba kerültem vele. Tehát annyi kevés kábítószert is kimutat. De utána mit csinál? Attila? Kicsavarják a ruhát, és akkor megvan a cucc? Tehát kioldják belőle, és utána visszaalakítják. Gondolom, porrát. Egyszerekkel valahogy kioldják, és visszaalakítják. Tehát ez már ilyen vegyi dolog. Én kémiából kettes voltam, de nem igazán mennék most bele, hogy mit csinálnak vele. Mondjuk Attila, nem akarok legyen tippeket adni, nem tudom, feltűnteni neked is, mert nekem feltűnt, hogy Balázs már másodszorra mondta azt, hogy engem attól is kiver a víz, hogy kiveri a víz egyébként. Jó, hogy mondtad, hogy nem hozzáérnek, mindentől kiveri a víz. Most már én sem fogok. Nem, ez úgy általában, hogy tudod, utazol valamit, Londonban vagy, és ugye átmész ezen az ellenőrző részen, na, és ott átmegy egy a kapun. Na, engem már attól kiver a víz, hogy fehér kesztyűbe jön, félreveszi a kis hátizsákodat, félreteszi, és hozza tényleg ezt a vékony papírlapot, amit így végig görget a táskádon, és a papírlapot utána berakja egy ilyen kicsi elemzőgépbe, rácsukja a tetőt, és vár. És fél perc múlva, nagyon furcsán rád néz, tudod. És te már ott és aztán mosolyog egyet, és visszaadja, de közben leizzad. És ez nálunk is van akkor. Így van, ez itt is működik. Ájjájjáj, már meg ne romlott ez a hol. az a pillanat egyébként, amikor belenéznek valakibe, az hogy zajlik, hogy Józsi, gyere már neked, jobb a szemed? Vagy, tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy ott letolatják a nadrágját, vagy ott ül egy doki,
aki fog egy tölcsért, és akkor abba belevilágít, vagy tehát ez hogy van? Vagy a kollégákat erre ki kell nézni, hogy igen, jön, nem tudom, Jürgen Németországból, letolja a nadrágját, gumikeszi csattan, és akkor Józsikám, a te vagy a szerencsés. Jut eszembe az a jókezű ezredes, meg van még, akivel én találkoztam. Vagy van a fiú között egy kőpapírolló, hogy egy-kettő-három papír, te vagy! Na, tényleg ez hogy van? Kizárólag azokat a kollégákat alkalmazok, akinek viesli ujjai vannak, de nem, az Isten félretére, tehát ott nem vizsgáljuk, tehát nincs ott orvos a reptéren, viszont tudjuk azt, hogy tehát látszik az utasom, hogy ideges, illetve olyan országból jön, ami a csempészet szempontjából kiemelkedő, ilyenek például a dél-amerikai országok, vagy az európai elosztó országokból, Hollandia ilyen. Tehát honnan érkezik az utas, akkor azokat fokozottan figyeljük, és hogyha látszik rajta, hogy ideges, izzad, akkor, és azt gondolják a kollégák, hogy egy orvosi vizsgálat esetleg szükséges, akkor nem ott a helyszínen vizsgálják meg, nem néznek ott bele, hanem elviszik orvosi vizsgálatra. De természetesen van gumikesztyű végetlenül a repülőtéren, amit a csomagvizsgálatnál használnak. Tehát ott nincsen, hogy nem áll már megint harmadszor, én kiabál fel Józsi a szobából. És végre én! vagy mondja, végre én, de jó, végre én, igen. Viszont a ruházatot azt átvizsgálják, tehát levetkőztethetik az utast, persze elviszik egy külön irodába, és azonos nemű kollégának kell végezni, tehát levetkőztethetik, és átvizsgálhatják a teljes ruházatot, de a CT vizsgálatokat azt persze a kórházba végzik. Mm-hmm. Csak azt akarok kérdezni, hogy a gumikesztyűk azok, hogy ezek a normál tízujjasak, vagy van a kinyenceknek két ujjasak? Ahogy az ügyfél szeretnék. Ez miért van, hogy amikor az ember például tápszert visz, akkor abba bele kell inni, vagy meg kell enni, ha porral a halmaz állapotú a dolog, és akkor ott megvárják. Hát a bármilyen kábítószer az nem odhat egyből, hanem mondjuk 10 perc múlva, nem? Ebből mire lehet következtetni? Ez a reptérbiztonságnál van, amiről te beszélsz. Igen. Nálunk minden esetben kábítószertesztet végzünk. Tehát, hogyha van egy csomag, és abban van valami gyanús folyadék vagy por, akkor nem úgy történik, hogy bele kell nyalni, vagy. És mi, hogyha ciánt szállít valaki? Ja, hogy mondjuk robbanószer lehet, vagy méreg, és ezért nyalatnak bele, hogy nehogy mondjuk hát, méreg legyen. Nem tudom, mi kábítószertesztet végzünk, az biztos, tehát nem nyalogattatjuk senkivel a anyatejet, a tápszert, a tisztítószert, semmit. Tehát nincs olyan, hogy Feri hoz be egy hatalmas pármai sonkát, és megetetek vele a felét, hogy biztos, hogy ez nem az. Még egy hatalmas rákóció. Ilyenkor a rendőrség a dubai kollégáknak átszól, hogy gyerekek, a Brazíliából jöttetek, rajtatok hogy jutottak át? Mert azért itt írja egy hallgató, és jogos a felvetés, hogy Dubajon átjutottak. Tehát annyira mégse voltak amatőrök, ha Brazíliából jöttek. Nem? Dubajban tranzit területen voltak. Tehát ott nem volt semmilyen vizsgálat, leszálltak a repülőre, átszálltak egy másikra, a tranziton maradtak. Persze ott is kiszeretik őket, de a vámvizsgálat az mindig akkor van, amikor belépsz egy közösség például most az Európai Unió területére. Igen, tényleg, hát ott tranzit. Hogy máshova. Védi a kollégákat, látom, ezt a nemzetköziség. Hogy összezártok mi? Ez önmagában nem egy nagy fogás egyébként, nem? Ez a 7,5 kiló, tehát ennél azért nagyobb mennyiségek szoktak lenni. Ez egy ilyen amatőr mennyiség, ha lehet így mondani, ettől nem? Ettől még Balázs se izzad legyen. Mindig van nála. Igen, vannak közszereplők, akik igen. Egy ilyen hétvégén elfogy. Csak a bal orrlyukában van ennyi most. Volt, ami már olyan buliban, olyan közszereplők voltak, hogy ez egy péntek esti adag volt, úgyhogy mondom. Hóben. Szörnyű fertő. Tehát ha kokaint nézzük, akkor ez nagy fogás, hiszen nem tudom mennyi egy adag, amit felszippantanak egy alkalommal, tehát ez sokáig elég lett volna. Viszont a röszkei, illetve a tompai pénzügyőröknek volt ilyen több száz kilós, 300 és 600 kilós, mondjuk az marihuána volt, és ott is volt olyan, hogy az ajtóba volt elrejtve a marihuána, mint szigetelés, úgy próbálták meg áthozni, de mivel minden kamiont röntgennel átvilágítunk, ez tehát itt nagy a lebukás veszélye. Kemény. És egyébként ezeket a lefoglalt mennyiségeket... Nem szívjuk el. Nem, csak kérdezem. Nem, a Jani arra akar kiükörni, hogy kedvezményes áron. Vagy valami, hát átöre. Nektek is van a költségeiket, hát érted. Állammegóvás, Feri egy-kettő, vagy valami. Nem, ezeket megsemmisítik minden esetben, tehát ez nem került semmilyen fiam. Vidám munkat. De várj, az égetésnél legalább ott lehet lenni. Mosolygos munkatársak megsemmisítik, igen. Már hiszem is! Az, hogy hol égetik el, az viszont titok. Igen? Aha. Igen, tehát azt nem tudhatjuk. Még én sem tudom. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hey, this is Megan Trainor. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme.
van egy oldal, ahol te kérdezhetsz bármit, és arra válaszolnak. Itt szakik válaszolnak, vagy akinek szabad ideje van, az válaszol. Aki akar, az ír oda. Mindenki, tehát, aki ért hozzá. Ha szerencséd van, akkor szaki is látja. Ha szerencséd van, olyan válaszol, aki ért hozzá. Igen. Ha nincs szerencséd, akkor megrévisztenek. Aha. Tehát leírhatod, hogy az orvos nálam ezt diagnosztizálta, szerintetek mit szedjek rá, és akkor ömlenek a megfejtések, hogy így el búzafülevet, meg nem tudom. Szomszéd Zolikának jót tett a tyúgani. Valaki azt írta, de nem tudom, hogy igaz-e. Szerintem igen. Szeretnék otthon sütni kenyeret. Találtam is pár receptet, de egyik sem írja a héját. De. Imádom. Az miből készül? Persze gondoltam arra is, hogy csak a belét csinálom meg. A gyerekek azt is szeretik. A héját nem eszik meg. De először hagyományosan akarom elkészíteni. Ötletek? Reális lehet? Szerintem igen. Mert reális lehet, hogy valaki ne arról beszél, vagy arról kérdez, hogy nem írja a recept a kenyérnek a héját? Igen. És tulajdonképpen, ha megnézed, akkor az ő szempontjából nem fölösleges is a kenyérhéja, mert a belét szeretik a gyerekek. Hát most minek sütne rá a héját? De hát egyébként... De ilyen. Nem hiszem el, hogy ezt valaki bekérdezi. De van. Tehát amikor valaki felteszi azt a kérdést, hogy hogyan finomabb a tükörtojás? Hát... Te hogy szereted? Hát kinek színke? Hogy? Hát igen. Most erre mit mondják? Folyós vagy, középpel, kemény sárgával, sóval. Vagy valaki megkérdezi, hogy milyen a pék szakma. Hogy erre mit válaszolsz? Korán kell, erre mit válaszolsz? Van. De várjál, de nézzük meg, hogy hogy gondolkodott. Tehát, hogy nézte a recepteket, és azt mondja, hogy süsse meg a kenyeret, 50 percig süsse. De miből lesz a héja? De hogy készül a héja? Nem találom sehol. Hát különböző állagú, ugye? Tehát amikor te kenyeret vett a boltban, kettészelt, akkor látta, hogy van egy szép, kemény, barna réteg körbe, és belül meg a jó szívacsos kenyér. És azt gondolta, hogy azt biztos ráterítik. Igen, ez olyan, mint a töltött hús. Vagy a töltött káposzta. Igen, vagy mint a begli, hogy megvan a töltelék, és megvan a hely, nem ugyanaz. Ugye? Tehát a diós kenyér bele, csinál. Az a töltelék. Igen, de amit vajon... megtöltenek, az a kenyér héja. De vajon miből készül a héja? Gyöngyszemek vannak egyébként ezen az oldalon? Hát böngésztek? Hát igen? Én ezután, a hír után fölmentem azért megnézni. Tehát az van, hogy bármit kérdezhetsz, ugye kategóriák vannak, oda besorolod azt a kérdésedet, fölteszed, és akkor utána ömlenek rá az SMS-ek. És azokat a válaszokat, amiket kapsz, elhiszed, és fenntartás nélkül egyébként vannak emberek, akik azt megcsinálják, vagy végrehajtják, vagy meg. Veszik, mert másnak bevált, és akkor ő is elkezdi szedni. Igen, viszonylag kevesen kérdőjelezik meg a válaszok valóságtartalmát, egészen izgalmas dolgok vannak. Különösen fölhívnám a figyelmeteket az ezotéria kategóriára, vagy ezotéria kategóriára. Na, tessék, ilyen, mondj egy párat, figyelj. És légy olyan jöhet. Kedves, majd válaszolni is meg. Én megpróbálom megválaszolni, jó? Ilyenkor éjjel. Ne. Gyakrabban szállnak meg a démonok embert. Figyelj, én életemben nem voltam még ezen az oldalon, de már tudom, hogy lesz 3 perc szabad idő, mint az a kenyerek, hogy akkor ezt meg fogom nézni. Az első válasz, a gonosz soha nem alszik. Már írni azokat az embereket, kicsit, akik erre van idejük, hogy ezeket olvasgassák, de ez nagyon jó. Tehát, hogy a démon éjjel száll-e meg, ez volt a kérdés. Ez volt, hogy éjjel gyakrabban, ugye a gonosz. Második, ilyenkor az ember védtelen. Sokan nem gondolnak olyasmire, mint például egy jó álomfogó. Meg ilyen babonás cuccok. Elkerülhetetlen az alkalmazásuk. Szenzációs, hír. Nézegettem, én is találtam hal kategória. Figyelj. Az előbb hering konzervet ettem. Az egyik hal darabkát egyben bekaptam. Éreztem, hogy az egyik fele sima volt, olyan húsos, a másik részében viszont volt egy rész, ami apró gombóckákból állt. Nagyon sokból. Terhes volt a hal? Ezek a petéi? Lehet tőle bajom? Ne. Következő kérdés, nagyon jó. Erre tényleg kíváncsi valaki? A kockás fülű nyúl milyen nemű? Ne, figyelj, ez a kedvenc oldalon. Ez nagyon jó. Egyébként ez jó kérdés. Igen. Lány? Csak a lányok segít, válasz, csak a lányok segítenek visszaépíteni a homokvárat, és hozzák vissza az elrúgott labdát. Figyelj, vaníliapudingomban megjelentek fekete pöttyök. Mi lehet ez? Ehető így is? Vagy ez egyfajta penész? Válasz, nem lehet, hogy ahogy kavargattad, feljött a zománc az edény aljára. Figyelj, ha szakik kérdeznek, szakik válaszolnak. Nagyon jó. Szerintem inkább dob ki. Nem hiszem el. Már régóta keresek tarhonyamagot. Igen, tarhonyamagot, de nem találok. Milyen növény a tarhonya? Válasz, majd én adok neked. Írj privit. Oké, okos. Ők találkoznak. Gondold el azt a beszélgetést. Hoztad a magot? Hoztam. Kevés van? Kevés. Tudsz adni? Tudok. De készülj fel rá. Nagyon lassan csírázik ki. Sokat kell locsolni. Napfény neki. Kérdés, a csirkefarhát büdös főzés közben... Mire kerestél rá a főzés? Hanem a büdösre hang.
a csirkefarhát büdös főzés közben? Ha a faron rajtahagytad a zsírzóját, a zsírzóját, akkor bizony lehet kellemetlen szaga. Fura dolog van körülöttem. Fura dolog van körülöttem. Van egy lányom, aki 13 éves, és nagyon furcsa. Mikor kijön a fürdőszobából, általában olyan a szeme, mint a vámpír. Olyan a szeme, mintha vámpír lenne. És ez nagyon ijesztő. Ja, amúgy úgy is viselkedik. Jézusom. És erre ezt nyilván neki, aztán az, akik megválaszolják. Első válasz, júj, de kemény. Második válasz, halálosan komolyan, smiley-el nélkül, nincs megszállva. Nincs megszállva. Nagyon jó. És gondold el, hogy valaki neked beírja, hogy nincs megszállva, és te elhiszed, hogy megszállták a lányodat. Mert valaki neked egyébként beírta. Ha kitüremkedő aranyerem van, a kelőccsel azt is kenjem, vagy csak a környékét? Válasz. Tiszta helyről szedjél úti füvet. Az biztosan segít. Drága kerülcsök nem használtak, de az ingyenes úti fű, igen. A világhálón képet találsz róla. Képzeld, amikor elnézi, most elnézi a csalánt és az úti fűt. Igen. Ezután csavart fel, mint egy cigit, és... Már a növényt? Már a igen. Növényt vagy? Csavart fel, mint egy cigit, és tedd az aranyeres részre. Ha tudod, be is nyomhatod. A növényt, az úti füvet. Nem árt. Ezt négy hétig csinál. Megtaláltam a legdurvábbat. Ezt csak néhányan fogják érteni, akik tudják, hogy mi ez, de ők nagyon fognak nevetni. Egyik osztálytársamnál nyársalni fogunk, és azt mondta, hogy becsárkörte lesz a desszert. Ez valami... Jézusom. Ez valami befőtszerű. Van rá válasz? Válasz olyan, mint a paksi magyaró. Finoman hangzik, köszönöm. Csak én szoktam felvenni a barátnőm tangáját. Következő válasz. Azt sem tudom, ki a barátnőm. Következő kérdés, nagyon jó. Melyik az a zene, aminek ilyesmi a dallama, hogy Jani. Ez így leírva? Geniális. Melyik az a kérdés? De Jani. Válasz szerintem ez csak a Jani song. Atya, úr, Isten, hogy nagyon komoly kérdések vannak. Szólnál apósodnak, hogy ne ő egye meg a pizza háromnegyedét, hanem hagyjon másnak is? Teszi fel a várni. Nagyon jó kérdés. Gyakorlati kérdés egyébként, jó? Jobb lenne, ha a férjed szólna, mégiscsak ő az apja. Nem tudnál akkor adagot sütni, hogy ne bírja megenni a nagy részét? Külön költöztek, mikor tudtak? Úristen. A pizza evésből külön költözés. Mit tanácsoltok? A barátnőim észrevették, hogy szerelmes vagyok abba a fiúba, akinek én is tetszek. De őszinte hozzám se szól, mit tegyek. Van. Töketlenkedjetek tovább, és maradjatok egyedül az örökké valóságig. Igazán aljas vérszívó dolog felmenni, és ártatlan kiszolgáltatott embereknek igen. Ilyen rohadt szemét választ adni. Tehát ez biztos, hogy ezer évig a pokolban vagy, igen. Egy egyszerű kérdés. Esküvőre, lagzira, alkoholistát? Meghívnád-e az alkoholista rokont? Igen, a nevünkre is rá lehet keresni. Az volt a kérdés, hogy szép estét, mi a véleményetek Sebestyén Balázsról? Adták? Semleges vagyok vele kapcsolatban. Gyakrabban kedvelem, mint ahányszor idegesít. Tahó. Tapló. És beírta, köszönöm a válaszokat. Most beljebb van. Beljebb van a témában. Köszönöm a válaszokat. Hát szenzációs. Egy utolsó, mi annak a feliratnak a jelentése a tűzoltó autón, hogy gásot lózít? Tehát, hogy fordítva van kiírva. Ezt már nem. Hogy a kocsiban lásd a tükörbe, hogy ez tűz. Zseniális. Ne, ilyet ember nem kérdez. Ezt nem. Egyszerűen szóval. Zseniális. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.